show. Figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen műve. Ez itt a Best of Morning Show. Ördögűző tréninget indít a Vatikán. Hallottatok erről? Kireve... Gondolom, nem? Viccelszed, érted? Black metal miatt oda kell figyelnem minden ilyenre. Kineveztek 7 új ördögűzőt, Szardíniából 3 papot küldtek Rómába egy ördögűző tréningre, hogy gyógyítani tudják sátánista vagy fekete mágiát alkalmazó híveiket. És a spanyol katolikusok 8 pappal neveztek be a képzésre, mert egy tanulmány szerint az országban korábban sosem látott szintre emelkedett az ördögök által megszállt hívők létszáma. És ezért ördögűző tanfolyamot indít a Vatikán. Gondoltam, hogy a spanyolok fognak erre ráfűzni a legjobban. Nekik ugye a történelmi hagyományaikból kifolyólag elég sok ilyen ügyük volt. Azért az inkvizíció tombolt ott egy hosszabb időn keresztül. Úgyhogy gondoltam, hogy ők lesznek az elsők, akik. De mi a baj Szardínia szigetén, ahová 3 ördögűző is kell? Nem tudom, mi történik most Szardínián? Mi a baj? Hogy néz ki egy ilyen megszállt ember? Az milyen? Mert ugye a filmekben egy csomószor lát az ember ilyen, de valójában mi történik ezekkel az emberekkel? Epilepsziás rohamhoz hasonlít. Igen? A szakkönyvek szerint az ördögnek a benned lévő jelenléte, habzik a szád és rángatózol. És latin szavakat mondasz, igen. Vagy holt nyelveken beszélsz, illetve hogyha mondasz valamit és azt visszafelé játsszák le, akkor abból kiderül valami értelmesebb dolog is. Például, ja, emlékszem rá. Ez mi volt? Nincs meg, a Ákosnak az egyik számával csinálták meg ezt a viccet, hogy visszafelé lejátszod, akkor az egy ilyen sátánista szöveg lesz belőle, és fölhívott valakit az emberünk, hogy nézzék meg, mert Ákos sátánista, nagyon jó volt. Én és ki jött valami visszafelé a szövegről? Ne, semmi nem jött. Nem. Hát ugye volt egy ilyen értelmetlen szöveg, és akkor visszafelé lejátszottak, és az Ákos szövege volt. Hogy, hát az utolsó ilyen nagy horderejű ördögüzés, amire én emlékszem, az ugye a Ferikének az ördögüzése volt, amiről az egyik magazinműsor az egyik esemény csatornán is beszámolt, és hát amikor felgöngyölítettek az ügyet, ott kiderült, hogy valójában az egész csak arról szólt, hogy nem kapta meg azt a kis kerékpárt, amit ő szeretett volna, de ő is bedobált gyakorlatilag mindent, és akkor nagyon hitelesnek tűnt. Tehát, hogy... És az mi volt? Egy család elment egy ördögüzés, és a gyerekből kiűzték, de kamu volt, vagy igazi volt? Én erre nem emlékszem, nője megkeresem. Kamu volt természetesen, de nagyon hiteles volt eleinte. És elment valaki ezt leforgatni? És leforgatták, igen. És nagyon jól néz ki egyébként az egész szituáció. A szoba belsőt úgy kell elképzelni, hogy szentkép a falon, a oldalt egy kis konvektor, stb. Ferike egy ilyen svéd típusú elemes fotelben ücsörög, irgalmatlanul szenved, közben a családtagok lefogják, és próbálják megakadályozni, hogy sátán átvegye az uralmat a teste felett. Hát aztán később kiderült, mondom, hogy csak nem kapta meg a BMX-et. Várj, megtaláltam. Kiment a stáb, ugye kivitték a Végferit, ugye? Aha. Ő, mint ugye szakértő, és a család se tudta, hogy a gyerek is kamuzik. Nem tudták. A család se tudta? Nem. Tehát egyedül a 8 éves Ferike vezetett meg mindenkit. És akkor a napló honnan tudta, hogy kamu? Hát mondom, gyanús volt. Kételkedtek benne, valami nem stimmel. Na nézzük, mi történt a helyszínen. Kis fiam! Engedd el, most távozz tőlem! Engedd el! Atyaisten, a gyerek vonal. Nagyon komolyan. Én nem láttam ezt az anyagot, hallottam róla, ismertem, de nem láttam. A gyerek ül egy ilyen karosszékben, fölötte papa, mama, hogy halljuk, ugye, ők próbálják lefogni, a gyerek csukott szemmel vonagli. Nem mondd, hogy menjen! Engedd szabadon! Ferike, engedd el! Ő vagyok a megtestesült gonosz! Van ott valaki egy keresztel is. Atyaisten! Angyal vagy! A testemet elvihet, hiszen te olyan elkevettél! Nem tudjál mindent fogadunk rá! Mozduljon tőle! Távozzál tőle! Hagyd el a testet! Nem foglaltam semmit! Hagyjam fiatokat megölöm! Azért én bemenném. Gyerekek, ez nagyon kemény. A gyerek nagyon jól nyomja. Fölakadt a szeme. Figyelj, én nem láttam ezt. Én nem ismertem, csak hallottam, mert ez óriási. Elmondom, mi a megoldás? Hát igen, a megoldás. Hihetetlen, de apuka, mintha tudná, mire van szüksége Ferinek ahhoz, hogy az ördögi Ferencből angyali Ferikévé váljon. Megkapod a Montemajkot. Hát itt van. Megkapod. Engedd ki magadból, engedjétek el. Tagad meg, nincsen. Imádom őket. Tagad meg, nem vagy, nem létező. Itt a démon, hol a démon? Itt a démon, de már kijön. Hát én hol? Most ki akar jönni, nagyon érzem. Nem tudom, hol van az exercise book-a, valaki ismer ezt a videót. 3.16-nál. 3.16-nál, mert valaki elküldte ezt így, hogy 3.16. Nem, már megkerestem. Ja. Igen, egy piszoár, de ezt a rejtvényt is mindjárt megfejtjük. Exercise book. Itt volt exercise book. Művelt egy démon, nem vitá. Atyaisten. Művelt egy démon, nem vitás. Ja, és hát már a naposok. Művelt egy démon, nem vitás. Azt írva, hogy megkaptam mountain bike-ot, akkor eltávozott Ferike szellem. Hát félmehelyett, valami ilyen. Igen. Az exercise book, ez nagyon sokaknak megvan, mert rengetegen megírták. Na jó van, hát kit érdekel, hogy ezek után mi van a Vatikánban, ha nekünk ilyen Ferikénk van, nem? Hát most, hogy ott próbálnak ilyen ördögűző tanfolyamot csinálni, azért egyszer egyébként elmennék egy ilyen, amikor mondjuk egy komoly felszentelt pap egy ilyet megcsinál úgy, egy olyan emberrel, akiben mondjuk valószínűleg tényleg benne van valamiféle idegen entitás, és mondjuk azt ott elkezdik kiűzni, nem? És nem színész, tudod, és mondjuk részt venni egy ilyen szeánszon. Kereszt kell, szentelni ehhez abszolút nem értek, nem tudom, hogy ez egy nagyon komoly procedúra, és tényleg, ahogy én hallottam, itt külön vatikáni engedély kell, nem is végezheti egyébként bármilyen pap, tehát erre vannak kiképezve papok. De ebbe hisztek? Tehát valójában, akkor, mert ugye azért ti vagytok itt a nagy szkeptikusok, hogy akkor ez lehet? Tehát, hogy egy idegen entitás valaki beleszáll és átveszi. Ha a sátánban hiszünk, akkor hiszünk a Vatikánban is. Mivel a sátánban? A sátánban, hogyha hiszünk. De nem, csak kérdezem, hogy akkor erre mi a magyarázat? Nektek, akik úgy általában azért inkább a másik oldalon. Hogy nem kapott mountain bike-ot, hát mi lenne a magyarázat? De mondjuk, ha már a Vatikán is felszentelt papokat küld el ördögűzni, hát azért valamit ők tudhatnak, nem? Hát, megmondom őszintén, én hajlok rá, hogy higgyek benne. Tényleg? Igen, mert hogy vannak olyan filmek, amik milyen megtörtént esetek alapján, és olyan esetek alapján, amiknek meglehetősen tragikus végkifejlete lett, és így én hajlamos vagyok elhinni. Tehát elhiszed. Igen. Van ez a film, ez az Ördögűzés Emily Rose ügyvéért. Ez is például egy ilyen megtörtént esetet dolgoz fel, és így hát elég címe alapján nem biztos, hogy egyedül néznéd meg péntek este ilyeket, Ördögűzés Emily Rose kedvéért. Nem egy horrorfilm, tehát hogy pont az a lényeg az egésznek, hogy egy hiteles sztoriról van szó. De mi a hiteles benne, ahogy kiűzték annak idején Emily Roseból az ördögöt? Hát a kiűzés, illetve maga az eset is, ami megtörtént. Emily Rose lehet, hogy szegény epilepsziás volt, nem? Csak nem ismerték fel, azt közben meg ott ment az ördögűzés, igen. Többen írják egyébként, hogy akik ismerik, vagy hallottak Ferikéről, a környezetében laktak, hogy később újra megszállta a sátán, és aztán benne is maradt. De én például belegondolok, hogy mit meg nem tettem volna annak idén egy mountain bike-ért, vagy egy favoritért. Például takarékbélyeket gyűjtöttem, meg hasonlók, de hogy ez az ördög megszálljon, hogy ezt eljátszam, és így játszam el, ahogy ez a kisrác eljátszotta, hát ez is kell egyfajta. Nekem a mountain bike még már nem, mert hogy akkor én már nagyobb voltam, és ez nem volt, hanem a BMX, tehát az én korszakomat a BMX határozta meg, akkor még mountain bike-ok nem voltak, de én is mindent megtettem, olyan ráadásul ugye Nicole Kidman-nel a BMX banditák, ugye az ausztrál film. Ez a klasszik magyar tök morzsolós. Igen. Amire ugye a menőbek már föl tudtak tenni ilyen két ilyen csövet, amire rá tudtál állni, és azon tudtál gyakorlatozni. Igen, volt. Igen, de volt a gagyi BMX, ami 10 akárhány ezer volt, világos kék gumia volt, és az egésznek ilyen nagyon-nagyon csicsás volt a színezése. És ilyen és teljesen lehetetlen. Az atletfed védelmére tökéletesen alkalmatlan, ilyen tépőzározható, ilyen kis szivacs hengerek voltak a vázon. Igen, nem értetted, hogy az miért van, nem tudtad. És semmitől nem védett meg. És a gumi, ahogy kinézett, azok a kis szákák, ahogy ott kiálltak belőle, és kék színű volt, és ilyen terepfokozatú gumia volt, tudod, ilyen barázdás. Ugratás után mindegyiknek eltört a villája. Mindegyik tönkre ment, nyilván meg nem volt jó, meg ezek még nem is speciál nagyon ugratós BMX-ek voltak, ezek csak az a hagyományos. És hogy mennyi mindenkinek írtam levelet, meg mennyi rokon, meg Jézuska, meg Mikulás. Tudom, hogy csak az ördög kellett volna, hogy megszálljon. Jézuska, Mikulás pártitkár. Mindenkinek, gyerekek. És nem is lett meg aztán, nem volt pénzünk rá. Tehát, hogy nem tudták a szüleim megvenni nekem azt a BMX-et. Neked, Monti? Nem, favorit. Favorit volt az álom? Hát beértem volna egy Sputnyikkal is, annak idején. Az arra már nem emlékszem, hogy ez melyik. De az volt. Is nagy, hát ez hát a ruszki ilyen országúti versenykerékpár, abból amit érdemes volt átvenni, az egyedül a kormánya volt, mert az alumínium volt. Az könnyebb volt, mint például a Csepeleken. De hogy még egy Sputnikkal is beértem volna, de azt nem kaptam, aztán később, amikor már kicsit lefutott, már nem érdekelt annyira, akkor kaptam meg a favót. Szerintem ezek a be nem teljesült álmok valahogy jobban megmaradnak. Nem? Tehát azért maradt meg ez ennyire, mert hogy vágytál rá, és nem is érted el. Nem? És azért lettél ilyen. Most nehogy ezzel kezd, mert nem kaptál annak idején mountain bike-ot, azért vagy most. Nem, nem feltétlenül. Csak arra gondolok, hogy ha megkapod, akkor valószínű, hogy nem marad ilyen jellegzetesen aha. meg benned. Nem? Minden gyereknek van egy baba, egy autó, bármi. Neked mi volt, Feri? Egy új bőlérkés, persze. Vagy egy bőlérkés, igen, de azt már csak 18 fölött adják nálunk. Nem, egy új férfivá válásnak. Mi volt? Egy pár új gumicsizma. Az mindig volt. Hogy valaki futballozzon veled a grundon? Vagy igen, neked mi volt? Az igen. Nekem nem lehetett, anyám nem engedte ezeket a sporttevékenységeket. Mert drága volt a szemüveged. Persze. De nem úgy volt, hogy ti ilyen bélbelsőből vartátok a focilabdát? Nem azt mondta? Azzal is lehet focizni. Megtöltöttétek mindenféle ételmaradékkal, bevartátok. Igen, és volt a kapu. Szőlőkaró volt a kapu. És zélgumival mentek le a tóra. Csak ezenek egy gyerekkorban nem volt valamilyen, amire így nagyon vágytál volna? Semmi? Nem. Minden meg volt? Nem volt meg semmi, de hát nem mertünk mi ilyeneket álmodni, úgy, hogy mountain bike, meg BMX. Most nem is mindenkinek a saját szintjén, vagy tehát, hogy van akinek BMX, van akinek... Hát nem hallott hírzálat volt, és nem hallott ezekről a dolgok. Anyád bicikliét kölcsön kaptad, azzal egyik oldalra felakasztottad a gázpalackot, az utántöltővel, a másik oldalra moslékot. Semmi baj nem volt. Nem tudtuk nekünk már. Vagy apád bringáját, és akkor a váz alatt tekertél. Mert ezt rengeteg falusi kisrác nyomta. Igen. Lányoknak volt az a baba, amit lehetett fésülni, meg vágni a haját. Ezt tudom, hogy ez egy nagy álom volt. Sokaknak például ez nem sikerült. Igen, csak sokáig nem lehetett vágni a haját. Hát sokat nem vágtál, de egy kicsit bele tudtál vágni a hajába, tudtad fésülni, és aki ilyen cserélhető feje volt, vagy tudtál hozzá póthajat venni, vagy mit tudom én. Hát az is akkor nagyon-nagyon nagy szám volt, igen. Hát igen, nekem tényleg nem a SZISZ váltós Monti, hanem a HVZ váltós Sputnik. De az a SZISZ váltós Monti, ez kb. 10 évvel később. Hát az így SZISZ váltós Monti, akkor én már 20 éves voltam. 17 évesen jöttek be a SZISZ váltós Montik, hát akkor te 24 éves voltál. Akkor azért, tehát, hogy oké, nem a SZISZ váltós, de azért mondom, hogy az egy túl modern dolog. Járogatunk, akkor volt felénk is egy-két jobb kerékpárszerelő, és ott ki voltak rakva mindenféle plakátok, és akkor nyilván bementünk javítatni a mi kis cuccainkat, meg összerakatni valamilyen akármilyen szedetvedett biciklit, de azért fönn voltak a falon a képek Francesco Moserről, meg a Campagnolo cégnek a termékeiről, és akkor így nézegetett, és akkor úristen, jó lenne. Olyan nincs. Ó, egy Campagnolo váltó, vagy legalább egy triplex, ami tőlük nyúlt a dizájnt. Jaj, de jó lenne. Aztán fogtad, és akkor hazatoltad a kis bringádat. Hát ez a régi versenybringán úgy váltottál, hogy kellett keresgélni, hogy körülbelül hol áll jól a izé. Hát az váltóvázas volt, persze. A váltón volt a vázlem. Tehát ugye nem voltak ezek a kormányváltók, hanem alul nyúltál, és alul váltottál a vázon. Hát, mint hogy nekem egyébként a favón ilyen is van. Persze. Már nem ezeket a kormányváltókat csinálják? Nem. Hát nekem a régi klasszik van. Tehát, hogy azon nincsen változás ahhoz képest. Az ugyanúgy lent a vázom? Aha. Persze. De jó Isten. Hát a cseh, ugye a favorit? Igen. A csehipar remeke. De jó is volt. Na az például, az nálunk egy se volt a faluban. Tehát, hogy nem lehetett beszerezni. Szörnyen menőnek számít. Csepelvertankeród volt, ha valakinek lett volna egy olyanja, kész. Hát a Csepel az, mert szerintem ti tacskóval nyomtátok, nem? Tacskóra emlékszel? Két vékony ízűváz ment hátra. Igen, meg az a Harley, meg a Harley kormány. Igen. Tehát ugye, ami kicsit ilyen kifelévelő Harley kormányod volt. Összecsukhatós kemping. Nekünk még az összecsukhatós kemping az menő volt. Ez sok helyen nem volt. Volt nektek? Nem. Azt ugye középen hajtottad félbe, és ilyen világos kék színűre festették őket. Legalábbis nekünk világos kék. Igen, volt. De volt belőle ilyen sárgás is, vagy ilyen, tehát igazából nem az igazi sárga volt, hanem ilyen krémesebb színű, ilyen kicsit ilyen okkeresebb. Nagyon furán nézett ki. Voltak ott jók, meg voltak a pannoniák. Volt például agyváltós pannonia, ami 3 sebességes volt, iszonyatosan menőnek számított. Na, és azon például, ha jól emlékszem, azon kormányváltó volt, ami akkor egy hihetetlen nagy dolog volt. Szörnyen menő volt. A markolattal tudtál forgatni rajta. Na igen. Na mindegy, ezek a be nem teljesült vágyak szerintem jobbak. Valahogy jobban megmarad. Hát jobban megmarad. Megkaptad volna, megkapod, megunod, nem? És nem úgy gondolsz vissza rá, hogy úristen, mennyire szerettél volna egy olyat. Amit én mindig szerettem volna, és szerintem a mai napig örülnék neki. Barátok. Illetve, barátok például, igen. Barátok, nagymellő, alacsony, kubai segű, szőke lányok. Kubai segű, jabaikai fejű. Igen, brazil. brazil lábú. Ez a Brooks nyereg volt. Na, ez már nagyon spéci, ami egy marhabőr nyereg volt, és részszegecsekkel volt oldalt. És ezt így hívták, a Brooks. És egy Brooks. Azt mondták róla, ez lehet, hogy csak egy legenda volt, hogy egy ilyet az ember egy életre vásárol magának. Hogy tényleg ez egy kicsit idomul az embernek a farpofáihoz, és akkor azáltal törik be, azáltal válik ideálissá, hogy te tekersz rajta nem tudom hány ezer kilométer. Aha, és ez gyönyörű volt. Ezt nyúlta egyébként annak idején a Favorit is, a saját marhabőr nyeregével, amit viszont nem formára ültél, hanem szétültél. És egy idő után kilapult, igen. BMX 4050 forint volt, a kemping 2600 Kalocsán a Duna áruházban. Ott sírtam a BMX-ért, soha nem kaptam meg, írja Misi. Igen. Balázs, amiről te beszélsz, a világos kék gumis tépőzáros BMX, az a magyar Csepel BMX volt egyébként, tényleg a lehető legstrapabíróbb, legjobb minőségű BMX. Lehet, akkor az jó volt? Aha. Csak nem emlékszem, hogy milyen minőség volt, csak arra emlékszem, hogy világos kék tépőzáros. Lehet, hogy Csepel BMX volt, nem tudom. Hát azok a biciklik, amikre én emlékszem, és voltak ismerőseimnek, egy-kettőnek csak, azok ilyen rommá heggeztett villájú BMX-ek voltak. Tehát, hogy két hetente törték el. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Mi az, amire a mostani fiatalok nem emlékeznek? Tessék, aki mondjuk 20 alatt van. Azt mondod egy 20-asnak, hogy találkozunk az Osztyapenkónál, nem tudja? Nem tudja. Én évekig toltam például ezt a Népköztársaság útja meg Nofhét témát. Fogalmuk nincs. Oda jártam, a Vörösmarty utcánál volt az iskola, ahol jártam, a középiskola, és hát ugye Andrássy út, illetve... Milyen tér? Nofhéd? Nofhéd tér. Ja, Nofhéd. November 7-én tér. Igen. Aha. De kifejezésekben is lehet gondolkozni, tehát például azt mondod neki, hogy május 1-e felvonulás. Már nem tudja. Nem érti. Ah, ugye? Luffy, Vízsli. Hogy megyünk felvonulni. Vagy legalábbis más jelent a számára. Hát mert más jelent, igen, neki egy tankcsapda koncertet, mint amin, ahol vonul, vagy egy Balaton Sandot, vagy egy Love Parade, mint ami volt régen, vagy Budapest például. De például ilyet nem tud, hogy május egy felvonulás. Nem? Egyre kevésbé használ, vagy értik szerintem a proli szót is. Hát azért azt tudják, hogy mi a proli. Jó, de csak miattam. Mert életben tartom. Hogy minden reggel felhívod erre a figyelmet. Itt vagyok én. Élő memetok. Ha abba hagyod a rádiózást, elfelejtik, de addig... Őrsgyűlés, írja egy hallgató. Őrsgyűlés? Tudható, hogy mi az, de már ő erre nem emlékszik, ugye? Hogy ott mentél, vagy kisdobos, vagy úttörő ruhába, vagy az csak úttörőknek volt? Vagy az nem, hogy az volt? Ős, az hogy hívják? Úttörő őrs. Nem, az kisdobos őrs. Igen? Igen. Az úttörő az már csapat volt, úttörő őrs is volt. Igen, volt a kisdobos őrs, kék nyakkendő. Bocsánat, gyerekkorom nagyon össze rendőrősön töltött. Azt mondjátok meg nekünk, hogy minek kellett sípot akasztanunk, hogyha vízbe vagyunk és fulladunk, fújjuk meg. Hogy, tehát mire volt jó a síp? Veszélyhelyzet esetén, hogyha megtámadják a szemét nyugatiak a szocialista hazánkat, akkor tudják riasztani. Amikor több úttörő megpróbál megbecsülni egy kis dobot. Igen. A nyakkendőt értem, a pirosat értem, a kéket értem. Különböztessük meg a kéket a pirostól, tudom, hogy te kis pisis, hülye kisdobos vagy, te már nagyon menő úttörő vagy, de amikor anyám mindig begombolta az ingemet, kiintotta a zsebet, berakta a sípot, és visszagombolt, és lógott az a kötél, amire minden egyes padban... Sípzsinor. Sípzsinor, hát én kötél. Hát figyelj, neki kellett, hogy ne adja el. Hallod, Balázs, megnéztem a bizonyítványodat, lehet, hogy szükséged lesz erre a kötélre. Nekem akkora volt a fejem, hogy csak kötélre tudtak. Zsinór nem érte körbe, nem tudták begombolni a zsebembe. Az összes padba fölakadta. Minek volt az? Fújd meg, ha baj van? Igen. Benne volt a 12 pontban? Az úttörő, a kisdobos 10 pontjában, vagy 12 pontjában, hogy fújd meg, ha baj van? Soha senki nem mondta, hogy mire kell a síp. Nekem csak sípzsíra volt sípó például, soha. Tehát, hogy önmagában, tehát valaki megfújta nyilván. Igen, írja valaki brigádnapló. Kis vezetőképző vannak. Valaki csak annyit ír, nagyon gyönyörű. Könyv. Kicsit nevelő szándékkal, igen, könyv. Ez egy nagyon, nagyon szép kis megfejtés. Igen. Miért akarsz te, Bali, 20 évesekkel találkozni? Hát! Hisz már egy generáció választ el tőlük. Igen, hát, miért akarnám? Miért akarnék én a saját potenciális gyerekeimmel találkozni, érted? Mennyi vagyok? 37, 20? Egy 20 éves simán a gyerekem lehetne. Hú, erre nem akarok beszélni, beleörülök. Sercli, ez nem. Hát Sercli tudja szerintem mindenki. Szerintem nem. Nem. Én már nagyon régen nem hallottam. De miért te nem mondod a virágnak, azt mondod, add ide a kenyér csücskit? Azt mondja, hogy csücskit, add ide a kenyér, add ide a kenyér vígit. Add ide a dombos kenyeret. Csippentsd le a félbordának a csücsekét. A dombos részét adod, szeretem a dombos részét. Szóval, hogy hát a sertés, de jó, de azért az úgy nem hal ki. Tehát ahol háztartásokban használják, azt a gyerek is úgy használja, hogy sercli. Nem? Nem tudom. Vagy ez a szó, ez eltűnik előbb-utóbb a sercli? A brúgó, az is eltűnt. Brúgó. Hát a kenyérnek a serclia, ja. Igaz a brúgója. Na, ez például annyira eltűnt, én soha nem is hallottam. Nézzél rá. Brúgó. Brúgó. Brugó. De ez felétek valami messzi Mordor? Persze, Mordor, az, igen, és persze a disznóvérben átjogattuk. De nálatok ott Vasudvar környéken? Én nem ismertem, ez már gondolom valamilyen tájegységnél, hogy ezt nálam is hívták, ja. Indigó írja valaki. Indigó. Hát szerintem senki nem használ manapság indigót. Hát ugye a másolásokhoz, tehát hogy legyen belőle rögtön egy, vagy két, vagy három tartalék példány, azért használtak, berakták két lap közé, ráírtak a felsőre, meg volt az eredeti példány, és meg voltak a másolatok, és undorító egy sztori volt, mert hogy marha könnyű volt elsatírozgatni, meg összekented vele a kezedet, összekented vele a cuccodat, nagyon gáz volt. És ha meggyűrődött, akkor a másolaton volt keresztben egy ilyen igen. Nagy kék. Az nagyon gáz volt. Ti ezt se nagyon tudja, senki, ne, ugye most már? Sajnos. Milyen jó volt a régió dolgokból, nem maradt semmi. Életünk a TS-ben. A párom 18 éves fia nem is tudta, hogy volt a tévében bemondó nő. Szép napot, Zsolti. Emlékeztek? Bizonyám. Azok de jók voltak, úristen. Akarsz egy ilyet? Figyelj. Jó estét kívánok! Kellemesnek és érdekesnek ígérkezik a továbbiakban a vasárnap este. Érdekesnek, izgalmasnak is mondhatnám, hiszen először krimit láthatnak. A Két férfi egy eset című NSK-ből. Két férfi egy eset, megvan? Hát mekkora gyöngyszem volt. Két férfi egy sorozatból egy esetet, melynek címe a gyilkosság vegytana. Ennél többet természetesen nem árulhatok el róla, hiszen mindent önöknek kell majd látni, izgulni és kitalálni. Viszont az ezután következő Van 5 perce című zenei sorozatunkról mindent elmondhatok. Csajkovszkij, Rómeó... Na, de milyen szépen beszéltek. Tehát ez a fajta szép beszéd, azért ez ugyanakkor valahol egy kicsit ugye velejárója a dolognak, de kihalóban van, mind a tévéből, mind a rádióból, tehát így azért, ahogy ők beszéltek, ugye? Aztán ide egy másik hallgató, hogy valaki mondja meg nekem csak azt az egy dolgot, hogy mi a fene az az STK. Tudod, mi volt? Biztos szociális. Nem, szakszervezet. Szakszervezet? Szakszervezet, persze. Az STK. Az STK, így van. Hogy lenne már szakszervezet? Szakszervezetek Társadalombiztosítási Központja. Jó, de jó. Fú. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az STK-ba megyek. És néznek rá, hogy... De nem, ez az, hogy nem. Hogy tudják. Mindenkit, hogy természetesen. Ja persze, hát mész az STK, hova menném? Hát sova. Nyom. Kis proli. Hova menném? Magárendelőbe? A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel morning show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Hoztam neked valamit. Mert tudod, hogy én ritkán hozok ajándékot. Tessék? Ez nem te vagy. De ez is én most vagyok. Mi van? Semmi. Én megláttam valamit, és ezt megvettem neked. De nem Ferinek hoztad, csak elfelejtetted, hogy ő egyébként van nincs, ugye? Igen. Egy kiló abálcalon. Nem. Én ritkán veszek ajándékot. Hiszem, meggyőződésem, hogy az álszent ajándéknál jobb az őszintén semmi. De most valaminek nem tudtam ellenállni. És megszereztem neked. Trüffel? Csoki trüffel? A csokiba? Abszolút egyébként, nagyon jó nyomon vagy. Igen, nagyon jó nyomon vagy. Csoki alakú, csoki színű. Hogy csoki íze van-e, azt nem tudom. De belga trüffel, kis csokoládé, tehát a színe alapján ez tulajdonképpen így néz ki. Igen. Én megmondom neked egyébként, ha belga csokiból van, én megmondom, hogy az-e. Jó. Tehát te valami egy kis kanállal, becsukom a szemem, és meg fogom tudni mondani. Jó. Adok egy kis kanállal. Jó? De nem nézheted meg? Jó, oké. Nem nézheted meg. Egy kis kanállal megmondod, hogy belga csoki ilyen? Meg hát. Jó, oké. Én ezt neked hoztam, csukd be a szemed. Igen. Be van csukva, te már nem látod, hogy mit csinálok. Oké. Adok egy kis kanállal. Jó. Ezt edd meg akkor. Jó? Na. Aha. Én megszagolnám előtte. Jó? Na, ezt neked. Belga, majdnem belga csoki. Hú, menj a... Miért nem kaptad be? Ez mi? Kaka? Ez konkrétan elefántszar. Ezt konkrétan neked hoztam, szeretettel. De hülye vagyok. Csoki trüffel, mi? Aha. Persze, nyilván hozok neked csoki trüffel. Határeset. Jó, hogy megszagoltad. Imádtam volna. Bali, megkóstolom, ínyenc vagyok. Azt szerintem 30%. Nem hiszed el, a nyíregyházi állatkert mit talált ki. Óriási az ötlet. Elefánt szuvenír. Púba. Szépen virágzó kert, csodálatos dísznövények, elegáns rózsák, bőven termő eper. Mi a titka? Az elefántrágya. Bőven termő eper? Bőven termő eper? Az elefántrágya. Környezetbarát, természetes elefántürülék, kevés tőzeggel, füllesztik, összekeverik, növényi tápanyagként hozzák forgalomba. Ezt még hova füllesztik? Ezt a bizniszt. Ez maga a füllet, Afrika. Szeretettel. Hú, de kemény. Hát nagyon kedves, hogy szeretettel. Megrendeltem. Nekem ennél nagyobb bizniszt, mint eladni azt, ami az elefántból kijön, ez szenzációs, csipős. Azért nem egy trüffel, nem? De mekkora marketing ötlet. És azt csinálják, hogy bedobozolták, most már ezt lehet, hogy budapestiek is csinálják, és bedobozolva árusítják azt, ami kijön az elefántból. Ez egy szenzációs ötlet. Hát nagyon jó. Egyébként mit tudsz csinálni, ugye ők azt ott fölhasználják, nem tudom, mit csinálnak vele, de dobozban te ezt megveheted. És figyelj, rá van írva, úgy látom, hogy belgául és szlovákul is. Hát nyilván orientálódnak arra felé is, a belga és a szlovák piacra. A szállítás után le kell venni a fedelet használásig, tehát hogy kapjon egy kis levegőt, hogy átszellőztesd a trágyát. Ez egy zseni. Egyébként szenzációs ötlet. És nem? Hogyha elfogy belőle, aki ebbe például tudok rakni, hogy hívják ott csemegóból. Igen, vagy lecsót, vagy már baracfekvárt el tudsz tenni télire. Hát ez... Figyelj, én ezt megláttam, és futára hozattam. És rögtön rám gondoltál. Ja, rögtön rád gondoltam, és szerintem te ennek örülnél. Figyelj, a címként konkrétan egyébként embermódra, egy fajanszra guggoló kis elefánt van. Na. Aki nagyon elégedett arccal, egy picit egyébként szerintem pont azt a pillanatot kapták el, amikor nagyon elégedetten megszabadul a ballasztól, mert hogy feleveli a kis ormányát és tülköl egyet. Igen, mondjuk azt nem tudom, mennyire ül rá egy óra, mert ott egy ülő elefántot mutatnak, tehát szerintem ennyire talán nem intelligens. Na, de most akkor mi? Trüffel vagy belga? Mit mondasz? Hát én azt mondom, hogy trüffelnek trüffel, de nem az a fajta, amit én szeretek. Ja, óriási biznisz, gondold el, hogy mennyi... Bár lehet, hogy van benne megemésztett kakaóban. Az biztos, mennyi jön ki egy elefántból egy nap? Iszonyatosan sok. Ugye ez a doboz, ez körülbelül fél kiló. Igen. Nos, fél kiló, most nem illik elmondani az ajándéknak az árát, de mennyit fizettem, Laci? 1200? 5000, 1200, plusz amennyire megérkezett Nyíregyházáról. Tehát kb. 1200. Fél kiló. Mennyi jön ki az elefántból egy nap? Hát szerintem több 100 kiló. Vagy nem, az nyilván nem több, 3 tonna. Ja, nem úgy érdetted, hogy egy elefánt csordából? Ja, több 100 kiló, hát hogy ne már ki több 100 kiló. 50 és 100 között akkor. 50 és 100 kiló. Fél kilóként eladod 1000 forintért. Ez zseniális kasza. Egy marketing zseni volt, aki kitalálta. És ha ráadásul még tényleg használ a növényeknek, én azt készséggel elfogadom egyébként, meg el is hiszem. Mondjuk azért felhívnám Bálint gazdát, dumálnék vele erről egy fél mondatot, hogy mennyire működhet a dolog, de én ezt csekkolni fogom, és tényleg köszönöm szépen. A muskátlényénk alá fogjuk rakni most tavasszal. Kíváncsi voltam, hogy volt erről egy értekezlet, egy meeting, és akkor azt így megbeszéltük, hogy mit lehetne csinálni, hogy lehetne pénzt szerezni, Hát nem, lehet, hogy már szó szerint nyakig ért a cucc, és akkor és azt mondták, hogy akkor... egyet. Nagyon jó, nagyon tetszik. Gondoltad volna, hogy hozok egyszer neked ajándékba egy vödörszart? Soha, picit most meg is vagyok hatva. Az első ajándékom ének voltam. Olyan romantikus vagy. Na, följük a nyíregyházi állatkert igazgatóját, mesélj nekünk erről két mondatot. Egyébként maga a történet tök helyes. Nagyon, nem? Nagyon, meg hát nekem ez a másodlagos felhasználás sztori, ez nagyon bejön. Ez nagyon tetszik. Ahelyett, hogy kihordanak, mit tudom én, a határba, vagy akármit csinálnának vele, újra hasznosítják. És egy tök hasznos dolgot hoznak belőle létre. Nagyon jó. Mert mennyi idő lett volna, még ezt mondjuk Szkarabauszbogar, akkor elgörgettetik valahol. De most azon gondolkozom, hogy ha egyszer megszorulunk és bajban leszünk, akkor nem lehet? Akkor a teszékletet is érdekesítsük. Nem, mert most ketten azért mennyi? Tehát az elefántból kijön mondjuk napi egymásra. Hát, szerintem... Ketten nem vagyunk rosszak. Hát be kell vennünk a Ferit, akkor azért az meg... Jó, azt szerintem azért megdobtál. Jó, hát a Feri mindig ugyan megy erre egy létrát csap a hónalra, hogy le tudjon szállni. Figyelj, mekkora biznisz? Hát, Jani kaki, Feri kaki, nem? Hát olyat komposztálsz előle, vagy nem tudom, mit csinálsz. Figyelj, mi csak a fűszer lennénk benne a Feri. Amilyen kértelezve, csak egy kis csipet zöld fűszer lenne az övéhez. A Feri adná itt a legjavát. Hát, Gyerekek, ez nagyon nagy biznisz. Tehát nagy ilyet még nem hallottam. Ilyet még nem hallottam. Na, kapunk egy kis segítséget. Gajdos László, a nyíregyházi állatkert igazgatója itt van velünk. Jó reggelt kívánunk! Hello, jó reggelt! Szerbusztok, jó reggelt! Hogy visszatérjek a Ferire, nemrég járt nálunk, úgyhogy nem tudom, nem is tudom, miért nem vitt akkor magával. És valóban igazatok van, szép nagy darab, úgyhogy ő... Már hogy érted, hogy nálatok be is ment az állatkertbe, vagy csak elrabolt egy tojtojvécét? Nem, jól érezte itt magát. Ott volt nálatok, aha. Na, ez kinek az ötlete volt? Ez egy szenzációs ötlet, amikor először megláttam, nem akartam elhinni, marketingfogásként zseniális, anyagilag nyilván baromi jó, mert azért hát kijön egy pár kiló az elefántból, nyilván veszik is, mert hogy tényleg a tápanyag értéke is jó, ez egy nagyon jó ötlet. Na gyerekek, van egy magyar mondás, amit ugye nem mondok ki, tudod, hogy ebből is pénzt csinál, hát mi próbáltunk, igen. Igen, ez egy klassz magyar mentalitás, de egyébként a jéghátán is, persze, igen. Meg a pénznek nincs szoba, ezt már Veszpázián is megmondta. Azért ez előfordul már máshol is Európában, és egyszerűen amikor kiderült, hogy ilyen sok elefántunk van meg lesz, akkor rájöttünk, hogy hát termelnek, tudniuk az elefántnál szinte annyi jön ki, mint amennyi bemegy. Nagyon rosszul hasznosítja a takarmányt, többek között ezért is van hatalmas tápértéke a trágyájának. Afrikában például a pávián csapatok azok mennek az elefántok után, és szépen szemezgetnek ugye az elefántürülékből, mert prima jó dolgok kerülnek abból ki. Néha egy fél alma is például itt nálunk, meg tök magok, meg a szóval nem emész tökéletesen. Hát nem, az viszonylag ritkán eszik, de ami zöldség, gyümölcs, abból nagy mennyiség azért megy az elefántokba. És akkor ez hogy dől el, hogy az állatkerti alkalmazottak reggelben mennek, nyomnak egy kőpapírólót, és aki megint gyengébbet mutat, az sétál az elefánt után? Vagy van egy ilyen elkülönítés, és akkor gyorsan rámennek a szemes takarmányra, amikor látják, hogy az elefánt nem figyel? Erre külön egy részleg van, tudod? Erre már egy részleg specializálódik. Hogyne, szedik a elefántrágyát. Ez jó, és mindet el tudtátok adni? Tehát zajlik az értékesítés, és viszik? Azért igen, természetesen. Őszintén szólva van utánpótlás bőven, de nem marad rajtunk. Nem marad. Azért 6 elefánt naponta, mondjuk így 5-6 mázsát azért termel. Nagyon jó. És akkor, ahogy mondtad, van külön egy ilyen kaki kommandó az állatkerten belül, akiknek ez a feladatuk. Így van, igen, a kiskereskedelmi kiszerelést kérlek szépen végzik, és nagy tételben pedig, hát mondjuk így, hogy traktorszám is lehet vásárolni, az egy egyszerű megoldás. Figyelj, azért, hogyha most látnád itt az asztalunkat, nem hinnél a szemednek, mert hogy egy mokkás kanálon ott hever körülbelül 3 dekányi elefántürülék, amit majdnem betoltam. És azt nem is tudod, hogy ezt a mokkás kanalat Jani asztaláról vettem el, és ugyanoda fogom összetenni. Igen, csak előtte eltörli. Hogy ne vedd észre. A rend kedvéért. Hát ez nagyon jó. De ugye szabad ég alatt dobozoljátok. Igen, igen. Na, figyeljetek ide, ez igazából poénnak indult egy kis szuven, ami nálatok is van, kis kiszerelésben egy pici szuvenír ajándék, gondoltuk, hogy milyen jó pofa lesz, állatkerti szuvenír, aztán egyre többen érdeklődtek, hogy nem lehetne nagyobbat, többet, úgyhogy ezért van most már 4-5 literes dobozok is a bejáratnál, amiben lehet vinni, és az otthoni kis muskátlit, most itt a szezon, muskátlit meg lehet vele erősíteni. Figyelj, nem tudom, hogy van-e összefüggés, de valahol most épp a hangát láttam valami hasonlóval, vigyázzatok, tehát itt vagy közösen... Hát van náluk is elefánt, úgyhogy általában jönnek mindig utánunk, tehát az ötleteink azért még egyszer. Finom! De finom kis átszólás. De pont most láttam valami vödörrel a kezébe, de nem itt az útszén jön összeszedni dolgokat, hanem valamelyik kereskedelmi tévében, tehát hogy akkor ez elindult, egy ilyen kaki csata az állatkert és állatkert között, hogy ti valahol ott Kelet-Magyarország környékén próbáljátok értékesíteni, a hangáik lefedik. Megy itt a szardobálás. A hangáik lefedik itt Közép-Magyarországot, hát még szólik el ott balra felé, nyugodtan. Piacot, úgyhogy nem lesz ebből gond. Előfordulhat egyébként, hogy akkora igény lesz már rá a jövőben, hogy nem tudják ugye megtermelni ezt az elefántok, akkor majd hamisítani fogják teva vagy egy gnúkakival? Hát már most is tudnék ilyet csinálni, de nem mondjátok senkinek. Ja, már most is tudnád egy kicsit higítani. De azért még mi azért próbálunk tiszta elefántrágyát. De jó. Miért pont az elefánt belőle jön ki a legtöbb, vagy a tápértéke a legjobb egyébként? Igen, az a legjobb, amit, ahogy mondtam neked, mivel nem emészi meg tökéletesen, amit megeszik, ezért nagyon sok minden marad, hát ennek azért van olyan hátulütője, mondjuk az őszi elefántrágya, azért tele van tök maggal, mert akkor elég sok sütőtöket esznek nálunk, vagy dinnye maggal, akkor erre vigyázni kell, hogy lehet dinnye palánta is a muskátli mellett. De jó. És a következő lépés mi lesz, hogy majd lehet kapni itt olyan féldeci üvegekben láma nyálat, vagy... Nem, ezzel nem gondolkodtam, de jó ötlet. Látod, abból is van bőven. Nekünk van 15 lámánk, úgyhogy... Figyelj, és mi van, ha megy a has az elefánnak? Akkor szénbányákból fogjátok fölvásárolni a fogóanyagot? Vagy akkor mit fogtok csinálni? Hát akkor meggyógyítjuk az elefántot, ez az első lépés, de hát képzeld már el, hogy mennyi szenet kell megetetni egy elefánttal, hogy az belekössön. Hát azt mondom, ez egy ilyen körforgás, ti veszitek a szénbányából, adjátok el az ürüléket, tehát ez nagyon-nagyon nagy ötlet. Mennyit eszik körülbelül egy elefánt, csak hogy valamiféle minimális informatív jellege is legyen ennek az egyébként nagyon mélyen szántó beszélgetésnek, hogy körülbelül csak így emberi léptékkel ez szinte felfoghatatlan, hogy mi fogy el? Naponta. Hát egész nap eszik az elefánt, tehát ő folyamatosan tud menni, de a 80-100 kiló takarmányt, ebbe sok minden van, széna, zöldség, gyümölcs, abrak, ez egy nagyon vegyes kaja. És körülbelül ugyanez a mennyiség, ami távozik. És ez is távozik, aha. Így van. Hasonló, mint a lovak, ugye? Hát nekem volt lovam, hát ha akart, akkor egész nap evett, és folyamatosan, tehát egy ilyen örök mozgóként lehet hát, őket értelmezni. Igen. És akkor én beszéltem a fagaljakról, falevéről, amit az érákcsálnak egész nap, és azt nagyon szeretik. Figyelj, ha most, bocsánat, hogy ha esetleg olyat kérdezik, de hogyha ennyire nem emészti meg a táplálékot, nem lenne egyszerűbb egyszerűen csak hátulról előre holdani? Az az igazság, hogy vannak ilyen állatok, az elefánt nem ilyen, de mondjuk az orángután vagy a madagaszkárim, akik előszeretettel csinálnak ilyet. De jó, hát úgy nézzük, hogy ami kijön hátra, azt megeszik még egyszer. Kérdezi itt egy hallgató, nagyon jó a kérdés, hogy esetleg lehet-e számítani hasonlóan az eperföldekre, szedd magad akcióra. Hogy mit tudom én, nyilvános nap a Nyíregyházi állatkertben, szedd magad akció. És mindenki egy kilót, egy-két kilót kapacitásának megfelelően szedd magad akció. Fogjuk gondolni, de még egyenlőre össze tudjuk azért szedni. Ezek nagyon kultúrált állatok, tehát mindig ugyanott végzik a dolgukat, hogyha mi ugyanott állítjuk le őket, tehát ezzel nincs probléma. Na, mi is ugyanott végezzük. Igen. Kvázi szobatiszta? Tehát, hogyha egyszer mondjuk valaki egy panellakásban nevelget egyet, akkor az szobatisztaságra nevelhető? Vagy magas földszinten? Vagy nyilván kis túlzással, de hogy ennyire okos tényleg? Hát azért kihívásokkal küzdik e téren a szobatisztaság területén, de egyébként rendkívül okos valóban. Múltkor láttam a mi híradót, ahol mi lovat tartottak egy lakásban, és ott Pali számítógépezett, a ló meg ott legelt mellette. Hát George Clooney együtt aludt a vietnámi disznójával, tehát ez egy ilyen viszonylag természetes dolog. Ráadásul ez egy önkormányzati lakás. Igen, a negyediken. Mi most a sláger, vagy ki most a sláger nálatok? Milyen újdonságok vannak állat szempontjából? Ki most a nagy kedvenc? Nálunk most azért sok minden történik és zajlik, várjuk ugye a kisállatok születését. Hát nagyon szeretnénk, hogyha hamarosan bemutathatnánk a látogatóknak majd a kis perzsaleopárdokat, és várunk fehér tigriskölyköket is. És hát már megszülettek a Binturong csemeték, egy ikerpár. Ez a Binturong egy különleges indonéziai kis állat, ami hát nagyon cuki és nagyon ritka és nagyon aranyos. De jó. Azt már régóta meg akartam kérdezni, hogy minden egyes állatkertnek ugye általában a legjobb reklám, ha születik valamilyen kis állat, hogy így búgatjátok őket keményen, hogy... Le van osztva, hogy legyen PR. Pontosan, le van osztva, hogy csináljuk. Hát ez ilyen állatkerti kulisszatitok. Tehát, hogy időre kell születni az állatoknak. Tudod, húsvét előtt, május 1 előtt nem állhat születni. Hópárduc kölykeitek lesznek valamikor a közeljövőben? Mert arra emlékszem, hogy nagyon szerettük azt a párt, amin állatok volt. És... Igen, aranyosak, és most már ők is szeretnek. Nem tudom, hogy mennyire kísértétek figyelemmel az életüket. A nősténynek voltak komoly gondjai, de sikerült meggyógyítanunk. Nagy összefogással még... fizioterápiát is kapott, tehát egy nagyon hosszú betegségen van túl, és most már teljesen egészséges, és nagyon szeretik egymást. Hát bízunk benne, hogy lesznek is hópárducok is. Általában nagyon sok macskánk van, nem azért mondom, de itt van a legnagyobb nagy macska gyűjtemény, de malájtigriseink is vannak például, és hát remélem... Na, Kabir Bedit is rács mögött tartjátok, az nagy szó az. Igen. Csak melós mindig összevarni a hasukat, miután találkoznak. Igen. Figyelj, és akkor így tulajdonképpen akkor ezek a fontos... És még egy fontos, bocs Balázs, nyugodtan. most kaptuk meg nemrég az eredményt a berlini laborból, hogy lemhes az elefánt tehenünk, úgyhogy megszületik hamarosan a második afrikai elefánt is Magyarországon. Az első bébink az 6 évvel ezelőtt született, és hát nem sokára lesz egy másik. Sőt, az orszarvunk is viselős, tehát orszarvú is lesz. Az orszarvúnál tudjátok, ki az apa, nem? Na most így erről, mintha hallgatnál egy picit. Igen, van valami titok, amiről nem tudunk. De nagyon egyesek. Én egyébként az elefántbébéket imádom. Már amikor megszületnek, hihetetlen koravénnek tűnnek. Iszonyatosan cuki. Hihetetlen édes. Pandák nem lesz soha? Esélytelenek vagyunk? Egy valami pandaszerű képződményre akár? Tehát nem irigyek, nagyon nagy a leasing díja. Tehát azon túl, hogy meg kell egyezni a kínai kormánnyal, még azt talán kormányszinten összeosztod, de az éves leasing díja az nagyon sok. Hát igen, csak kérjük alacsony felszereltséggel, és akkor nem kell annyi leasing díjat fizetni. Kevesebb fekete folttal. Valahogy csökkentjük, persze. Igen. De olyan jó lenne. Igen, azért kérdezi Balázs már, hogy ez így kedves hallgatónk írta reggel, kikopott a pandaszőr a kocsijába. Igen, szívesen megböknék egyet, hogy legyen friss pandaszőr. Nem, már Bécsben van, már mindenhol van, hát itt körbelőttek minket a kínaiak, hát egyébként is hát jó barátok vagyunk, hát legalább egy nyomorúságos pandát vágjanak már hozzá. Hát egy idő után legalább majd úgy lehet majd reklámozni Magyarországot, ez egyetlen ország, ahol nincsen panda. Igen, pandamentes övezet, igen. Na hát jó, azért 6 állatkertben van még Európában, tehát még azért vannak mások is, igen, ahol nincs. Laci, nagyon jó munkát kívánunk, örülünk nektek, ez az ötlet zseniális, és reméljük, hogy sokan fogják venni. Én megyek is, már csomagolom. Mi megszellőztetünk, köszi. Küldj egy dobozt a hangának ajándékba. Jó. Hogy röhög. Igen, és írd rá egy eredeti forrásba. Köszi, Laci, ciao, hello, hello. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Van egy meglepetés vendégünk, és annyira utálom a meglepetés vendégeket, ezt el nem tudom mondani, hogy valaki, aki be akar most idejönni, de hát úgy ahogy te hype-olsz, úgy nem hype-ol föl senki semmit. És hozott is valamit, képzeld el. Mert te már tudod, hogy ki? Nem, benne van az adás, mert van egy meglepetés vendégünk, és hoz valamit. Figyelj, ki kellett hozatni a Rudimat. Képzeld el, nem mehetem be. Rudolfért. Igen, ott volt bent a szobánkban, a Morning Show szobában bent volt? Igen. És onnan kellett kihozatnom, mert hogy nem mehetünk be mi se. Aha. Na ez jó! Miért gondoltam ezt? Miért gondoltam, hogy te leszel? Atya úristen! Páko! A következő mondatban mondtam volna, hogy szerintem te vagy. Ha egyet tippeltek, szerintem rátippelek, igen. Jó sejtettem. Na mi van vele, te őrült? Nagyon-nagyon jó vagyok. Én azért meglátogatom titeket, ez egy jó kis meglepés, ezért szántam ezt a mai napot. Igen, jó közel a mikrofon. És hozom nektek egy ajándék. Ezzel akarom hívni titeket ez esküvőmre. Mert nálunk ez a szokás, valaki ajándékot hozott, ezzel csak hívni kell a másikkal a esküvőmnek. Szeretni, hogy a ti is ott legyetek Nigériában. Március 29-en. Ott a helyet. És hozom ezt a ajándék. Jaj, Istenem, igen. Hála Istennek, én nem vagyok rajta, én nekem nem kell mennem, gyerekek. Vagy a kicsi elszúrtam. Én már láttam egyszer, de hát szerencsére már elfelejtett. Igen, én is láttam valamelyik fókuszban, hogy Páko úgy elkezdett festeni, megfordította a fényképet, vagy ezt a festményt. Jani, Balázs, és hát Ferinek mondja, hogy elrontotta, mert hogy véletlenül... Sajnos ez nem vagy Páko. Pákot rakta be középre, de hogy akkor Feri a Páko, hogy hol a Feri? A Páko, igen. Istenem, nem kell utaznom Nigériába. De Feri a szerencsés, hogy nincs rajta. És mi történt az arcon? Páko, hogy monoklim van, vagy ez micsoda? Nem, egy kicsi megbanultál. Kicsi megbanultál. Jézusom. Itt a Jani is kis vizet. Itt kopász, tudod? Kopász nagyon. De Páko, a Jani még hagyján, de a Balázs, de Jézus. Atya, és te nyugtassatok meg, nem jön vissza, nem? Hát ez az te vagy. A kép alapján én tényleg örülök, hogy élek, és hogy ilyen szépen rendbe rakták, újra összerakták az arcomat a frontális baleset után. Igen. Páko, ezt lábbal festetted? Vagy ez hogy sikerült? Nem, a kézzel festettem el. Kézzel? A nevem... a Páko Picasso, a nagy festő. Pablo Páko. Tudod, sokszor mondom, hogy neked a legjobb. Neked a legjobb. És ezzel szeretném minket meghívni az esküvőre. Abszolút, abszolút. És hol a Feri? Lehagytad? Vagy később jöttél? Nem, hát mondom én, a Feri a fekete a közepén. Igen, hogy a jelen esetben a kép közepén ugye Páko van, de hát akkor a Feri elvesztette a haját és fekete lett. Egy az egybe Feri egyébként. És mi mögöttünk az a hőközpont. Tényleg egy csőrendszer, vagy ez micsoda mögöttünk? Nem, a csőr azt jelenti, amit átúan, hogy energia, folyik. Aha, ja. Folyik, tudod, és azt tudja, a Class FM, tudod, meg a minden, a vondásom, meg annak ideje, meg a minden, a vondásom, hogy a minél több sikeres legyen. Ez a csőr folyik benne, ez energia. Energia, tudod, érted? Figyelj, és az amilyen aukción már értékesíted, vagy lesz majd valami, vagy készülsz? Képértékesítés segítek, hogy eladod majd, vagy mi lesz a sorsa? Soba kerül, ez eladás is, de egyenlőre hetedik a festmény van eddig, amit már festettem. Lesz a kiállítás is, nagyon-nagyon komolyan veszem az egész a Páko Picasso, a nagy festő, és el kell, hogy mondja. Ne hagyd abba, ne hagyd abba, semmiképpen. Semmiképpen ne. Semmiképpen. Balázs, még senki nem látta a bőrát ültetése után. Ezzel képen viszont már egyetlen. A bal szemem egészen furán áll egyébként. Volt egy ilyen ránctalanító. Túlhúzták. Túl vagyok egy botox kezelésen tulajdonképpen, tehát így nézek ki jelen pillanatban. Kicsit túlhúzták, igen. Hát, igen. Meg ugye ott látszódik, hogy a bal arcomat letépte a medve. Készültek fotók magáról a képről, fölrakjuk. Itt vannak a Balázs, a nagy óra, tudod? Itt van egy nagy óra, nagyon jó. És hogy áll az esküvőd, mi újság? Leteheted ezt már. Nagyon szép, köszönjük szépen, nagyon drága vagy. Te jelentkeztél be, hogy ezt szeretnéd nekünk behozni? Ez egy kis meglepetés. Erről nem beszélünk ma, de azt meg megtudjátok majd az adás végén. Szóval, mi volt a kérdés? Hogy áll az esküvő? Esküvőn, el kell, hogy mondjam, nagyon jó állunk az esküvőre. Már a szüleim, már minden felkészülnek előre. Lesz mindenféle asszonynak a ruháját, mert olyan ruhát fog fovenni. Ruhába lesz? A ruhában lesz, ilyen angyomány esküvő ruhában lesz asszony, ami ilyen afrikai, tipikus afrikai a viselet. És erről tud, hogy ilyet kell majd fölvenni? Vagy ő viszi a kis fejruháját, és nem nyert? Nem. Megmérettek az asszony. Megmérettetek? Igen. És akkor elkutam az anyáméknak. És de előtte, amit a korábbi a Class FM-ben volt ilyen adásunk, hogy el kell kérnem az asszony kezé. Na azt mondtad, hogy mész Erdélybe, igen. Igen, és mindenféleképpen megyek, a február 11-én megyek haza Erdélybe, és ott fogja egy nigériai Magyarországon élő ember megy Erdélybe. Annyira vegyes, hogy az hihetetlen. Ez hihetetlen, hát most hát ott a helyem. És akkor kikéred a párodat, amiről beszéltünk, igen, a múltkor. Igen, ez is szokás, hát Magyarországon. Ki kell kérni. És mi van, ha nemet mond? Hát akkor nagy baj van. Akkor nem viszed Nigériába. Akkor nem viszed. De remélem, hogy ilyet mondod. Majd jobban vagyok kész a szapjával. Hát figyelj, vegyél sztornóbiztosítást a repülőjegyre, aztán maximum lesz tornózott, ha nem mentek, nem? Tehát még ha apa nem adja oda a lánykát, akkor még sztornózni lehet a repülőjegyet. Igen. Hányan mentek körülbelül ki Nigériába? 3 megyünk innen. 3-an mentek? Igen. Én, asszony és az apja. Viszed a papát is kérdés kövére? Igen. De a kérdés azt tudja, ti is jöttök. Nem? Ti is jöttök. Mit tudom? Figyelj, izgalmas a hallság. Az a kérdés. Nekem jó. Most ezt tisztázunk. Na, Feri jó. Én nem megyek, Páko. Én nem megyek. Nekem már ez is sok, hogy itt ülsz. Nem. Figyelj, Páko, mi lesz az asszonykát teljes neve? Hogy fogják hívni? Hát a Lapítené. Lapítené? Emese Lapítené. Tehát Lapítené, Emese, ez lesz egy Lapítené. Van Lapítené, szó szerint Lapítené. Lapítené, már alig várom. Hát nem neki a legjobb, srácok. Hát mutasd még egy embert, aki mindig ilyen boldog, nem? Hát én nem tudok még egyet. Tehát Lapítené. Emese, mit mondtál, Emese? Emese Lapítené. Emese. Szép név. Szép. És meddig tart majd a lagzi? 3 nap? Egy hétig. Nem áll, nem tud egy lagzi egy hétig tartani. De tud, megyünk tovább. Hova még? Elvesz még egy nőt. Nem erre gondoltam. Nem. Nigériában csak egy ünő lehet elvenni, nem lehet kettő vagy három. Én nagyon szeretném Emese továbbra maradni vele, mert nagyon kedves, aranyos, szimpatikus nő, aki tudja, milyen a belsője, az azt mondja, Páko, tényleg megfogtál. A jó tuti. Az jó az a no. Jó. Te jól hangzik. Te lehet, hogy egyébként Páko félreértetted a kérdést. Azt kérdeztük, hogy az esküvő meddig fog tartani, nem a házasság. Hova lesz a nászút? Ott Nigériát bebarangoljátok? Vagy merre tovább? Nászút. Vagy hazamentek Erdélybe? Nem. A nászút ott még nem tartok meg most szintén, mert annyira felkészülés van. Hát gondoljátok bele, innen elmenni Nigériába esküvőt tartani, hát ezt tudjátok felfogni, hogy milyen készülés van. Hát le kell repülni, leszállni, felkészülni minden, és jónak a vendégeket... Ez tényleg bonyolult dolog. Hát az érte, de én belemegyek, Feri. Érte, én belemegyek, és meg fogom csinálni. Érte, de a kérdés azt, hogy mindig nem válaszok a kérdésemre, Jani és a Balázs és a Feri, hogy jótok esküvömre. Mert azért... Ha engem tényleg meghívtok, én nagyon szívesen. Páko, én félek, hogy kicsinálnak minket. Az első este szabálnak ott meg minket, de figyelj, a komolyan meghívásra ne legyünk puhák, menjünk el. Figyelj, Páko, Balázs ott összefut néhány nigériai közterületessel, annyira ki van rájuk hegyezve. Nagyon ki vagyok rájuk. Nem lesz semmi bajotok. Vannak Nigériában közterületesek? Vannak? Vannak, igen. Vannak. Igen? De velem vagytok. Ja, hát az egész megnyugtatok. Nem, velem vagytok. Eddig izgultam, de most megnyugtatok. Eddig levert a víz, de most már, hogy te is ott vagy, hát veled aztán abszolút, meg egyszerűen, meg komolyan mondom, megnyugodtam. Te is ott lesz. Ugye van ilyen, hogy nászinduló, tudod, amikor bejönnek a magyar párok, akkor ott milyen fáradt ilyen termekbe, ott mindenféle nők ilyen karszalaggal magukon, és akkor ott ül egy zongorista és zenél, és akkor arra kell végigvonulni. Nálatok van valami, hogy sétálsz majd a mennyasszonyoddal, és akkor ott dobolnak, vagy énekelnek. Abszolút van ilyen Nigériában. Szó szerint, ugye elindulunk nagy tömeg, ja. A dobolás, a konga dobolás, és elkezd énekelni, és így elkísérünk az asszony, az óta elé, és aztán nem azt tudja, Kilami se, támú fa, pámon zsíjó, izgyágó lámikbe éhó. Kilami isé, támú fa, pámon zsíjó, izgyágó lámikbe éhó. És ez egy hétig. Izgyágó lámikbe éhó. Csináljunk már egy kitelepülést Nigériával. Kilami isé, támú fa, pámon zsíjó, izgyágó lámikbe éhó. Izgyágó gengengá, izgyágó lámikbe éhó. Hó! Hey! Ah, és ekkorra kell odaérni. Jó, miért nem megyünk ki, nyomunk egy morning show-tornak? Komolyan mondom, 3 jegy Nigériába, meg ott egy 100, nem egy annyira vészes összeg. Biztos, hogy jó bulét, csak mondjuk, hogy ez fog benni másfél múlva egy országúba dőlök. Amilyen szerencsétlen vagyunk, ott valaki úgyis levadász bennünket, és egy nap alatt a Ferit azonnal elkapják 3-an, tudod? Én vagyok a nagy fehér főn. Mondjuk, várjál, ha valaki mellett biztonságban vagyunk, az Feri elbújunk mögé, ordít egyet, ott elszaladnak. El kell menni és csinálni Nigériában egy morning show-t. Komolyan mondom, hát miért nem csináljuk meg az esküvőjét? Nem lenne rossz egyébként. Mikor van? Március vége? Igen, március vége. Március vége, hát 3-an kell menni, plusz egy ember, kijön a gyugyó, GPS-szel föllőjük ott, vagy ilyen 3G-vel valami. Van internet? Van 3G? Van. Ha nincs, akkor messze. Messze ezen valahonnan. Hát ha nincs így, tudjuk. Föllőjük műholdra valahogy. A bolyi GPS koordinátákat azt adjuk meg a technek azért. Szerintem nem jönnének értünk. 30 forintot sérünk, nem indulna a tech-mentő akció. Egy nigériai morning show. Hát ezért ezt nagyon-nagyon tudnám szeretni. Leszállunk a repülőről, ott még mennyit kell autóval utazni? Ez egy hosszabb túra? Hát én nem értem, 2 órát. 2 óra? Maximum. Oda. Gyalog, mert nincs autó. Oda, de vissza 9. Ott most van nyugi? Nyugi van nálatok? Nyugi van. Most jelenleg nyugi van Nigériában. Béké, peace, everything. Jó, mert azért sose lehet tudni. Ott azért ott pillanatok alatt történnek változások. Igen, szomáliai rokonokat vártok esetleg? Belekeveredünk ott valami csúnya banda háborúban, nem szép. Nem. Na jó van, Pákokám, nagyon drága vagy, hogy behoztad nekünk ezt a képet. Mit csináljunk vele? Tegyük fel a falra? Szeretnéd? Abszolút, azért hoztam. Feltegyük meg fordítva? Fordítva nem lehet. Szóval, nektek hoztam is akkor. De rendes vagy. Legközelebb csinálj egy olyan képet is, amin a Feri is rajta van. Kérünk egy olyat is. Jó, jusson ki neki is a jóból. De az nagyobb legyen, mint ez. És csak a Feri legyen rajta. Jó. Na vigyázzál magadra, a lány kérése megvan már, hogy mit mondasz, vagy tudod már? Valami kis szöveg, amit betanultál. Mindjárt itt van a február közepe. Drága apuka, azért jöttem. Van valami? Nem. Mondjátok tovább. Ja, nem készültél? Nem. Én azt hiszem, úgy illik ilyenkor, hogy elmenni, azok legalább 3-4 pálinkát tudod kezembe. Jó, egyébként nem lesz. Szerintem ez nem. A keske, vagy mit tudom, a csíket, mindenféle kéket vigyék. Megpakolom a kocsiba, és azt mondom, drága aposom, neked ezt hoztam. Csak engedjen a lányodat, hogy feleségül vegyed. Hát ne, hát milyen szép, nem, Feri. Gyönyörű kép, tényleg. Páko, neked a legjobb, sose feled. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttél. Egy képet még kérünk a Feriről is, akkor jó legyen ez a... Jó? De most ne foglalkozz, menjél esküvőre, ne foglalkozz. Ez a beugrunk az esküvőre, hogy Feriről is egy képet. Te ne fokarkodjál a színekkel. Ez a kutyabajom. Nem, ez a kutyabajom. Nekem jó ez, hogy csak az megy a kiajándék. 3 óra megy, megfestelek. Ezen is látszik az 3 óra. Ez mennyi ideig készült? Ezt mennyi ideig csináltad? Ez az 3 órát. Jézus Atya úristen. Igen, az 3 óra. 3 óra. Ebből 2,5 még kikevert a színeket. Csodás szép. Na jó van, Pákokám. Bauni! Gyerekek, nem neki a legjobb adom. Mutassatok, hogy 7-ig tart az esküvőt. Felejtsd el, nem megyünk. Ideg összeroppanál. 2 nap után. Ugye, hogy a repülő fölkötöd magad, megőrülsz. Ki akarsz ugrani? Figyelem, az adás most felvételről megy. Balázs, Feri és Jani most pihen. Ha a téma ismerős, olyan, mintha már hallottad volna, az nem a véletlen bűve. Ez itt a Best of Morning Show. Moziban voltam a minap. De ez még nem is annyira különlegesebb történet, egy egészen jó filmet láttam, csak nem emlékszem, hogy mit. Aha. Úgy nehéz lesz. Ez. Ugye? Sztori? Mi a sztori? Kezdjük innen. Az a baj, nem emlékszem. Arra se. Most elmeséltem 2 napja, hogy mit láttam, és nem emlékszem. Ja, tudom, az amerikai botrányt láttam. Az amerikai botrányt, a Jennifer Lawrence-el. Azon gondolkoztam, hogy milyen magyar gag csapat az, aki egyébként ezeket a címeket adja. Aha. Tehát hogy van, hogy megjön egy külföldi film, aminek nem az a címe, összeül egy humorral sokszor kevésbé megáldott magyar gag csapat, és azt mondja, hogy akkor ennek a filmnek legyen ez a címe, vagy ők megnézik a filmet, és olyan szörnyűséges filmcímeket látsz, aminek nem létezik, hogy az eredetije is egyébként az legyen. Tehát ilyen nincs. Van egy film, amit meg akartam nézni, ennek az eredeti is, az egy Infomániás, ez egy jó film, de például van valami a Mogyoró Meló, meg Pulykaland, meg ilyen teljesen ostoba címek, ami nyilván gyerekeknek szól, de azért ez felnőtt filmeknél is megtörténik, hogy olyan címeket talál valaki itt Magyarországon, amire nem... Tehát az hogy van, hogy arra neked kell engedélyt kérned, hogy te átnevezd azt a filmet, és adjál neki valami nagyon hülye címet? Vagy szabad keze van a magyar forgalmazónak? Ez hogy működik? Szerintem szabad kezük van. Igen? Tehát, hogy nem létezik, hogy beleegyezzenek olyan magyarításokba, amik így köszönő viszonyban nincsenek az eredetinek a címével. Mondjuk most az amerikai botránynál ugye... Hát az eredeti, igen, az eredeti cím is ez, tehát hogy sokat nem kellett gondolkodni. De van például nagyon sok olyan film, amikor tudod, hogy nem ez az eredeti címe, és elszúrják neked ugye a filmet azáltal, hogy te nem ülsz be a cím alapján. Hát meg valami egészen elképesztő, és nem érted, hogy miért ez lesz a címe. Érted, hogy például meg akarnak valósítani valamiféle árukapcsolást, hogyha az a film stílusában emlékeztet valami másikra, ami neked nagyon tetszik, és annak idején nagyon nagy siker volt, akkor megpróbálják összefűzni azzal azt az új filmet, aminek egyébként tényleg nincsen semmi köze hozzá, csak mégis ha bevisz a moziba. Ilyen volt annak idején az egyik legelképesztőbb, a Viva la France című film, aminek a magyar címe az lett, hogy francia drazsék, avagy francia borát robbantani Eiffel-torony. Jaj, erre van egy gag team, akik összeülnek, mert ilyen című filmre nem ülök be. Tehát nem ülök be. Igen, de aki szereti borat sztorit, ugye? Az nyilván erre ment be, hogy az is ugyanolyan vicces lesz. mert a francia borat robbantani Eiffel-torony. Érted? Ha láttad a boratot, és ez neked tetszett, az a fajta humor, akkor erre is beülsz, és kiderül, hogy semmi köze nincs ahhoz a sztorihoz. Én láttam egy Szörnyű című filmet, ami jó volt, és kiderült, hogy az eredeti címe is az, a Géppisztolyos prédikátor. És nem akartam elhinni, hogy hogy adhatnak ennek ilyen magyar címet. Aztán kiderült, hogy a Gerard Butler játszó, ennek sajnos az eredeti címe is az, hogy a Géppisztolyos pap térítő. Igen, tehát hogy alapjában nem kellett sokat bonyolítani, de mondjuk ennek más lett volna a cím, és valaki azt, hogy a Géppisztolyos prédikátor, tudod, beülsz rá, valahogy bekeveredtünk, kiderült egy igaz történet alapján, igen. Egyébként egy szenzációs film, de hogy itt álltunk, ott végignéztük a címeket, és azok gondolnak, hogy Jézus Isten, én 10-ből 8 filmre szívem szét a címe alapján nem ülnék be. Hogy bejön a film, és akkor ilyen szivaros szobában valahol egy gag team üldög, és azt mondja, hogy figyelj, legyen mondjuk ez a cím. Hogy működik ez? Mert ugye a címen múlik a legtöbb, hogy te beülsz, vagy nem ülsz be. Pedig nem? Néha azért nem ártanak, tudnánk, hogy kik ők, és néha ráfektetnénk őket a térdünkre, és egy picit elpopsiznánk őket. Most az egyik legfrissebb ilyen történet, lesz egy film, az a címe, hogy A Million Ways to Die in the West. És ez Seth MacFarlane-nek, a Family Guys alkotójának az új filmje, és ő csinálta a Tedet is, amire biztos emlékeztek, egy maci volt az egyik főszereplője, meg a Mark Wahlberg. És ennek az új filmnek a magyar forgalmazók azt a címet adták, hogy Hogyan rohanj a vesz Ted. De, és a Ted ki van benne elbelve, mint egy jelezve azt, hogy ez Seth MacFarlane-nek a filmje, aki egyébként a Tedet is jegyzi. Érted? Ez a szójáték, ez még ennyire megy? Vagy tehát mi alapján adnak címeket? Ez egy nagyon érdekes dolog, egyébként szerintem, nem? Hogy ő hallgathatott, vagy tehát ő megnézik az amerikait, megnézik a filmet, tanácskoznak, és akkor azt mondják, hogy jó, hát ezt halljuk ki belőle, vagy ez lett, akkor adjuk ezt a címet, vagy ez hogy megy? Hát ez már egy nagyon régi tradíció, hát ugye emlékszik a legnagyobb klasszikusokra is, ugye? Hát mindenképpen meg kell nézni. Vagy van egy Alien, idegen, ugye, szabad fordításban, és akkor a 8. utas a halál. Aha. De az, hogy a 8. utas a halál, hát az nem egy rossz, az alapjában nem egy rossz cím. De rossz. Igen? De rossz, hiszen konkrétan elmondja a sztorit. Hogyha belegondolsz, végig gondolod, hogy miről szól az a film, akkor az arról igen. Szól, hogy ugye heten ússzák meg a találkozást az idegennel, utána pedig megpróbálnak hazahúzni, de van egy 8. utas is, aki egyébként majd kinyír mindenki, tehát ő a hal. Érted? Tehát, hogy... Egyébként tényleg. Hogy srácok, hello. Igen. Érdekes dolog. Van például volt ez az apádra ütök, vejedre ütök, ugye ott is egy érdekes dolog volt, hogy ott ennek nem ez az eredeti címe, ugye? És akkor elkezdődött egy... Apádra ütök, ez még jó cím lesz, mert amikor bejött a folytatás, ott már szerintem izzadtak, hogy ennek most mit lehet adni. Akkor jött a vejedre ütök, annak volt harmadik része, Robert De Niro. Nem volt harmadik, két része volt talán, nem? Egyébként az még nem volt egy különösen rossz cím, tehát ennél sokkal rosszabb címek vannak. Ott még ugye a nevek fordításban is voltak benne szójátékok, ugye Segilbek úr volt, igen. Ugye a főszereplő. Igen. Vannak eszére félrefordított címem a Believer, ami ugye hívő, magyar címe hitetlen. Na most ennél jobban félrefordítva nem lehet semmi. Igen, meg hát azért valljunk őszintén, tehát hogy valahol ez egyfajta szakbarbárság is, meg nagyon... Nyilván van ennek egy marketing értéke. De valahogy egy picit olyan, hogy megfejti helyettem az a gagman, hogy szerintem miről szól az a film. Na jó, de ha te vagy a gagman, hogy adod el a filmet? Hát neked is valahogy ki kell tűnni, tehát valahogy fel kell ráhívni a filmet, és bejön egy hónapban, hogy 35 film, ha most mindegyiknek egy nagyon gyenge, tehát nem ugrik ki, nem? Tehát valamit mondanod kell. Hogyha az eredeti cím nem valami szójáték, akkor én egy-egybe fordítanám. Igen, tehát hogy... Aha. Tehát, hogy most a Géppisztolyos prédikátor, hát basszus, hát az a ott nem kellett sokat gondolkozni, hát jó, csak szörnyű cím maga, hogy a Géppisztolyos prédikátor, de ott az volt az eredeti. Itt legalább akkor nem szívja senki a jó édes anyádat, hogy milyen címet adtál neki, mert az eredeti cím is ez volt. De beülnél egy ilyen címre, egy Géppisztolyos prédikátor? Ha nem tudod, hogy mi a történet, én megnéztem. Az egy nagyon jó film. Az egy jó film. Na, van egy kis segítségünk, egy szinkron dramaturg, Spéjer Dávid. Hello Dávid, jó reggelt! Sziasztok. Hello, te vagy az, aki fordítod ezeket a filmeket, ugye? Vagy te is? Én vagyok, aki fordítom a filmeket, sőt a mi forgalmazónál én vagyok a humorral sokszor meg nem áldott gag team egy személyben a szörnyű filmeket. Például a Hogyan rohanja Ted be, az azért is engem terhel a felelősség. Azt te vagy? Szeretném elmondani, hogy kifejezetten az amerikai gyártó kérése volt az, hogy valahogy a Tedet kalkuláljuk bele, illetve hozzuk össze, ugyanis Seth MacFarlane senki nem ismeri, kivéve mondjuk a hardcore Family Guy rajongókat, viszont a Tedet ugye sokan látták, sokan szerették, tehát az ő kérésüknek megfelelően jött ez így össze, illetve hát én értem körülbelül 10 változatot, és akkor a magyar forgalmazó ezt választottak, és ezt hagyatta jóvá az amerikaiakkal, akik ezt jóvá hagyták. De itt nincsen egyébként egy olyan lehetőség, hogy akkor a filmplakátra átteszitek, hogy a Ted alkotóitól, vagy ilyesmi? De az is rajta van, meg benne van. Azt mondjuk, azt elmondanám, hogy legtöbbször mostanában úgy kell címet adni egy filmnek, hogy egy kockát nem láttunk a filmből, jó esetben egy kétmondatos tartalom van, illetve ilyen instrukciók, mint például itt ez is, hogy minél inkább a Tedet valahogy tegyük bele, mert úgy akarják eladni a filmet. Ugye a western az nem annyira népszerű műfaj. Nem tudom, mikor volt utána sikeres western film, talán a Visszajövőbe 3, vagy nem tudom. Hát igen, a Clint Eastwoodnak volt egy próbálkozása, igen. Hát, de nem, ez egy unalmas film volt szerintem egyébként. Ja, amivel Oscárt nyert, ugye? Na hát igen, meg a szakmai sikereket aratott, de hát mondjuk... Igen. Figyelj, hogy te milyen szörnyű címekre emlékszel, vagy mi az, amit mondjuk még nem te csináltál, és szerinted nagyon nagy hiba? Vagy mitől jó egy cím, arra is beszéltünk. Másik forgalmazótól mondja. Igen, valaki nyugodtan most áztass el, de hogy ilyen szörnyű filmcímekre vadászunk... Persze, van sok szörnyű filmcím, meg ilyen fórumok is vannak ezzel kapcsolatban, de azt tudnotok kell, hogy a filmcímadás az nem fordítás, hanem az reklámtevékenység, és sajnos ugye az a farkas törvények azt diktálják, hogy a bemutató hétvégén el kell adni valahogy azt a filmet, tehát felszínést kell vele kelteni, és okay, hogy sokaknak nem tetszik, de azért ne felejtsük el, hogy azért mi mégiscsak Győzike országa vagyunk, meg a való világország, meg árrealitik országa, tehát a nagy tömegek ízlése azért nem olyan szofisztikált, mint mondjuk a tiétek vagy az enyém. De tehát milyen törvényszerűségek vannak? Tehát mi az a szó, ami például nem lehet címben, vagy mi az, amire mondjuk biztos beülnek? Tehát mivel lógatjátok be így a horgot, hogy ha ezt berakom, erre tuti beülnek? Szerintem a vígjátékoknál vannak a legnagyobb túlkapások, és nem véletlenül, mert ott igyekszik a forgalmazó már a címben jelölni azt, hogy ez vígjáték, tehát hogy itt valami vicces. Én a szikiszökevény kitalálóját meg tudnám ölni, tehát aki ilyen... Jó, igen, te voltál? Nem, én voltam, de az volt az első cím, egy wrongfully accused. Akkor te milyen címet adtál volna neki? Tévesen vádolva, és beülni egy olyan filmre, egy tévesen vádolva. Hát még egyébként inkább, mint a szikiszökevény. Hát a szikiszökevény, Jézus Isten! Ez egy Leslie Nielsen film, ugye? Leslie Nielsen film, igen. Ez egy idióta film, amely egy idióta címet kapott, viszont a tévesen vádolva az meg egy ilyen kőkemény drámát sugal. Tehát, hogyha te forgalmazó lennél, és mondjuk lenne benne pár 10-100 milliód, hogy sikerült a filmet, akkor nem biztos, hogy azt adnád. Jó, akkor mondok másikat, ami szerintem a világ legnagyobb félrefordítása. Ugye volt az a Colin Farrell film, ami egy ilyen kisvároskában játszódik. A In Bruges. Ugye az egyébként egy kőkemény krimi, meghal, ledobják a toronyból a végén, meg megölnek valakit, meg egy kisgyereket öl meg benne, vagy legalábbis elmeséli. Mit adod neki a magyar forgalmazó? Az lett címe, hogy erőszakik. Na most erőszakik. Érted? Azt hittem, tökölszúrom magam. Sokáig nem akartam megnézni. Én a gyerekkel akartam beülni rá, tudod? Oké, ez te voltál? Mellékfogás. Nem én voltam, de... Ezeket persze nem vállalod el, mi? Egyik se te voltál. Én elvállalom, én egy forgalmazóval dolgozom, és az összes címet én adom nekik, de ez nem az a... Figyelj, és akkor mit adtál volna Brüsszben? Tehát ugye itt mindig fölmerül az, hogy mit adtál volna te. Itt gyilkosság a toronyházban, vagy minden, nem. Gyilkosság a toronyházban. Meghívás egy gyilkos vacsorára. Nem jobb a gyilkosság a toronyházban. Nem mondd, hogy nem kicsit retro. Gyilkosság a toronyházban, szerintem egyébként. A svéd társadalmi dráma, tehát nem tudom. Igen, meghasonlod bérgyilkos. Igen, kiesés az óratoronyból. Vagy mit tudom én, de mi az, hogy erőszakik? Azért a fekete humor az egy eléggé sajátos része volt. Tehát ez inkább volt szerintem ilyen humorú vígjáték, mint dráma. Jó, öltek bennem egy ilyesmi, de azért igen. A humor számított. Na, de mi az, amire beül a magyar? Tehát nyilván van egy receptetek, vagy van ilyen szó, amit mondjuk keresünk, vagy amit nektek ki kell hagyni azért, mert arra biztos nem ül be? Vagy ezek ilyen nagyon nagy szakmai titkok, amit hall a konkurencia? Nem. Szerintem az a lényeg, hogy a plakáttal, meg az előzetessel együtt valahogy működjön a dolog. Tehát hogy egy olyan összbenyomást keltsen, most így nincsenek szerintem olyan szavak, minden működhet egy adott szövegkörnyezetben, meg egy adott állalásban. Tehát nincs ilyen tiltott szó, hogy a betegség, vagy mit tudom én, a fekély, vagy a halál, vagy tehát bármi olyan tiltott szó, amit nem tehetsz bele, mert az valószínűleg elijeszti az embereket. Nem tudom, nincsen egy ilyen kis KT, de lehet, hogy bizonyos esetekben kerülni igyekszik a forgalmazó bizonyos szavakat. Persze. Ezeket a filmeket te fordítol, vagy sokszor látom ott a nevedet, hogy fordítottam? Igen, még igen, fordítom. Amiket mi forgalmazunk, azokat én fordítom, igen, általában. Volt esetleg valami közted a Wasabi, marmint a Vustáv? Az se te voltál, mi? Persze, az se te voltál. Mert üzennénk. Figyelj, és mivel fordítasz? Google Translate? Vagy mi az, amit? Keszemét. Mi van, ha például valamit nem értesz? Arra gondolok, hogy egy olyan New York-i szlenget beszél valamelyik szereplő, akkor hogy tudod? Van egy eredeti angol szövegkönyv, amit meg tudsz nézni? Az a helyzet, hogy ezeknek stúdiós filmeknek olyan szövegkönyvük van, amiben megmagyaráznak mindent, azt is, amit biztos, hogy tud. De ha ezzel együtt mégiscsak előfordul, hogy vagy valamit rosszul magyaráznak meg, vagy ők is félreértik, vagy mégsem értem, akkor ugye az internet az most már nagy segítség. Régen ez nem volt, és aztán régen ebből sok mindenféle félrefordítás született. Persze ma is van ilyesmi, de az internet az nagyon megkönnyíti a dolgot. Mit akartál kérdezni, Jani? Ja, hát itt a Wasabinál egyébként, hogy tehát ez a mar, mint a mustár, tehát hogy az hogy jöhet az, hogy mar, mint a mustár? Mert ugye a Wasabi az tengeri torma, tehát nem mustár, de marhat, mint a mustár, de nem minden mustár mar, akkor már legyen olyan, ami mar, mondjuk a Dijoni, Jean Reno francia, a Dijoni mustár is francia, akkor miért nem az a címe, hogy mar, mint a Dijoni mustár? Valami, igen. Aha. Hát szerintem a mar, mint a mustár, azt az emmes alliteráció hívta életre, de hogy tör, mint a torma, nem tudom, tehát... Figyelj, apádra ütök, vejedre ütök, ha most csinálnak még egy harmadik részt, akkor azért ott karóba húzzátok magatokat, nem? Azt te voltál? De volt harmadik rész. Volt harmadik rész, és ott mi volt? Apádra, vejedre... Utódodra. Ott már azért nagyon szenvedtetek. Persze, van ez, amikor beleszalad az ember, és nem tudja, hogy még hány részlet. Egyébként a 8. utas halált emlegettétek, az úgy kapta ezt a magyar címet, hogy Németországban más területen találták ezt ki, és mi ezt csak lefordítottuk. Úgyhogy nem mindig a... Óriási spoilerezés. A legnagyobb spoiler cím, ami létezik. Ja, hogy nézitek a környező országok fordításait is, hogy hát ha ott valami van. Van olyan, hogy beérkeznek, hogy itt már ezt meg ezt adták, hát ha az ötletet ad, és akkor van, hogy a magyar forgalmazó átveszi, mit tudom, és spanyolok kitáltak valami vicceset, és akkor azt átveszi. Ennél borzalmas a cím, csak az lehet, hogy Ripley megússza. Igen. Igen. Figyelj, mi az, amit kedvelsz, amire kicsit büszke vagy? Most annyit szívtük a véredet, csak ami mondjuk szerinted jó, vagy jól sikerült, és ezt viszont vállalod, hogy ez te voltál. Hát nem meri mondani. De filmcím, amit szerettél, azt mondta, hogy figyelj, erre beültek bizonyíthatóan ennyien. Például az, hogy Spinnégerek, azt én adtam, és szerintem ez egy jó cím, szerintem jobb, mint az eredeti, ami az volt, hogy Clueless, vagy mondjuk a Fészkes fenevadak, szerintem az egy jó cím. Az jó. Az jó. Úgyhogy... Na, hát azt már nem mondom, hogy King Kong, meg ilyesmi, arra sokat nem kellett változtatni az eredetet. Ha nagy királyok vagytok, ahhoz is hozzányúltok. Tehát, hogy King Kong is adtok valami ilyen lehetet. King Kong és az elrabolt szőkenő. Igen, adtok valami, igen. De valóban gyilkosság a toronyházban nem annyira rossz. Kicsit retro, ugye? De hogy az finom 80-as évek, de nem... Nem kell olyan feltűnést, mint az erőszakik, és nem kap akkora sajtót, mint az erőszakik. Ugye rossz reklám is jó reklám, ugye? Tehát nem tudom, gyilkosság a toronyházban, azt szerintem egész egyszerűen csak érdektelen. Gyilkosság a toronyházban. És figyelj, olyankor például forgalmazó nem szól vissza, amikor írják egyébként sokan is tényleg nagyon egy klasszikus X-menből a farkas. Ami ugye nem farkas, hanem rozsomák, egy teljesen más állatfajról beszélünk, mert ugye eredetileg ő egy rozsomák, és nem pedig. De mi farkasnak hívjuk. Tehát, hogy ilyenkor azért nem mondja forgalmazó gyerekek. Hát érted, szezont a fasz. Azt mondjuk neki, hogy a rozsomákot nem ismeri a magyar. Gyerekek, ha nem tudják, hogy magyar rozsomák. Az a vagy X-men a rozsomák, arra meg én nem ülök be, tudod? X-men a rozsomák. Nincs benne a rozsomák, a múltban. Szerintem azt a pár ezer embert, aki ismeri a képregényt, azzal a pár 10 vagy 100 000 ember, aki megnézne egy farkas című filmet, de nem nézne meg egy rozsomák című filmet. X-men a rozsomák. Ez a hólóvarjú, ugye? A The Crow az sem hóló, hanem varjú. Brandon Lee, a varjú. Igen, értem már, hogy azért itt egyfajta üzleti érdekként ehhez azért muszáj hozzányúlni, mert Brandon Lee, a varjú, hát erre... Ha mondjuk meg őszintén... Ez a plakáton, hogy rozsomák, érted? Szerintem hülyén néz ki, de egyébként tényleg rozsomák. De ő egyébként tényleg rozsomák? Az nem farkas. Tényleg? Én nem kigaz az összesen. A rozsomák, az Wolverine, abban benne van a Wolf, az jól szól angolul. Nincs benne. Bocsánat, nincs benne. Mert miért nincs benne? Hát mert Wolverine, a farkas pedig a Wolf. Ja, értem. Érted, tehát ez megint egy picit... Igen, most hogy hívják, most belerőszakolt, picit előjött belőle, hogy hívják a szakma, de nem, nincs, az rozsomák. Értem. Két különböző állatfaj. Mennyi múlik a címen? Hát nyilván arra ülnek be, tehát ez akár 50-30 ezer nézőt is jelent, tehát szinte a cím viszel minden, nem? Tehát... Hát szerintem sok múlik, igen, tehát ha elképzeled magad, ahogy ott állsz a pénztárnál, és mondjuk nincs egy arra, amire akartál menni, vagy nem is tudod, hogy mire akartál menni, és ott látod a 10 plakátot, akkor lehet, hogy befolyásol, hogy mi a cím, tehát... Nem tudom. Igen, tehát gondolom valahogy ki kell tűnni nyilván, tehát hogy ott van 600 film, igen. Na jó van. Most miket csinálsz, vagy most mind dolgozol éppen, azt tudhatjuk? Most kérlek szépen a Noé-t fordítom, és szerencsére ennek a címével nincs gond, mert ez Noé. Úgyhogy... Az ott azért sokat nem kell. Az ki játsza, tudom ott. Rasszelkről, tényleg? Igen. Nagyon komoly. Sok víz van benne. Igen. Meglettél. Na jó van, Dávid, köszönjük szépen neked, hogy itt voltál. Köszi szépen. De ha esetleg nem felelne meg a Noé, akkor én javasolnám a balhés bárka címbe. Az jó. Igen, vagy a rohadt sok víz. Dávid, köszi. Ciao, hello, Spéjer Dávid szinkrondramatúrnak köszönjük szépen. Igen. Jó, nem egyszerű nekik se, nem, egyébként, hát. Nem? De ugyanakkor kicsit érzed néha. Jaj, tudom, miről akartam. Ezt a határidőszagot. Valamit írjatok le, gyorsan. Nem akarsz, hogy a pornófilmeket is ők csinálják? Nem? Tehát az Ivar Mágnás, meg a Hóférk és a Hét Törpe, meg a Szolid Motorosok, meg a Rokko analizál, meg nem írják itt a... Figyeld, azok sok is, de nagyon frappásak. A Rokko tovább analizál. Figyelj, a magyar pornófilm címek szerintem szenzációsak. Meg ott ugye kötelező az utalás, hogy mi az az eredeti, amiből a remake-et készítették. De hogy ő azokat kiadja? Azok nagyon jók. Azokat kiadja? Ott van egy külön gag team? Hát, szerintem a rendező. Ezt így kitalálja. Én imádom, terű asszonykám. Három ufkétást. Vagy nem olyan, de nincs még egy ilyen ország, aki tud ilyet. Tehát Uzsora Kamacs, tehát ezeket én nagyon bár. Én tudok mondani, hogy 100 szexiván éjjé állom, imádom. Tehát, hogy ezekre nagyon-nagyon-nagyon föltök röhögni, amikor ezt hallom. Tehát nagyon jó. Nem mondd, hogy az ejakula gróf azért... Hogy azért az nem jó, nem? Iszonyat jó. A nagy klasszikus a hamupopókkal. Tehát... Ja, jó. Igen, ott azzal kezdődik minden. Nem volt, hogy a hamupopókkal nem jó, bolygó neve anál, hát azért ezek... Ki röhög a legjobban? Persze, néz ki tetszik, meg kinek tetszik, igen. Rázd újra szem, meg vagy szem, rázd újra szem, igen, nagyon jók ezek. Na, ez még a Kobi is jó volt ebben, ugye a Kobi forgatta a Hótehénkét, ugye? Igen, tehát azért azok nagy ötletek voltak. Ja, ezek nagyon működtek. Abban a műfajban tökre működik a szójáték, meg a szóvét. Igen. Az gyerekek, átjöttök hozzám, egy jó hüvelymatyit meg... Megvan az össze. Na, így fősz a DVD-re, az elsősorban csak ilyen filmeket találsz, igen. Jó, de akkor neked kölcsönadom a Benkurt, nagyon szívesen. Figyelj, 100-at mondok fejből neked, 100-at. Best of Morning Show. A Morning Show legjobb pillanatai. Aranyat talált egy budapesti óvodás, gyerekek. Hát ez annyira cuki ez a történet, hogy emellett nem lehet elmenni szó nélkül. Pláne azért, mert az ember gyermekét, legalábbis mi a Benit, általában hasonfekve találjuk meg az óvoda közepén, a kis barátjával, Bencével, Somával és a többiekkel, ahogy egyébként nyakig földbe ásva gilisztákat mentenek át az egyik gödörből a másikba, a giliszták 80%-ban nem élik túl ezt a beavatkozást. És ők nem is akarnak költözni. Sehova nem akarnak költözni, viszont hosszú és lassú haláluk van, ahogy Beni és kis barátai kezébe jut. De hogy a gyerek óvodában ugye aranyat talált, hát ez felcsillan minden szülő szeme, hogy miért nem az ő gyereke. Ugye a kisgyerek kint volt egy budai óvoda udvarán, ahol 300 g aranyat talált. Óriási. Az intézmény azonnal értesítette a rendőrséget, és hát a kisgyerek szólt, hogy ő kincset talált állítólag. És leadta. Igen. És leadta a gyerek. Na most, ugye ő nagyon becsületes gyerek volt, mert állítólag oda ment az óvónénihez, és azt mondta, hogy óvónéni, kincset találtam. Az óvónéni is nagyon becsületes volt, mert itt már 2-ből 2 tehette volna el, ugye? Ha a gyerek nem kap rendes nevelést, azonnal elteszi. Illetve az óvónéni is nagyon becsületes volt, mert hogy ő is ugye továbbadta, és szóltak a rendőrségnek, ahol egyébként nem hozták nyilvánosságra, hogy melyik intézményről van szó, csak hát... hogy megjelenjenek a kincskeresők. Illetve a kincsvadászok. Fénydetektorral tudod rögtön ott az udvarban. De azért rövid nadrágban van. Második kerületi nevelés és oktatási intézményben találta a gyermek az intézmény udvarán, mondom hol, a kerítés melletti területen, egy koszos dobozban 10 darab, 10 g súlyú és 2 darab, 100 g súlyú aranyszín lemezt. Tájékoztatta a bulvár újságot a budapesti rendőrfőkapitányság. És amiről aztán később kiderült, hogy nem csak aranyszínű, hanem valójában arany. Nem rossz. Ma elbeszélgetek a Benivel este, és megmondom neki, bármit találsz. Bármit találsz ásás közben, azonnal a zsebedbe. Sehova nem visszük, nem szólunk. De fel is szereled majd szerszámokkal? Tehát, detektorral. Úgy fog oda menni, mint hogyha a Klondike mellé menne egyébként. A gyerek majd lesz aranymosótál a hátán, meg egy ásó, egy csákány, azonnal. Némi élelem, egy kényszersült. Figyelj, mi nem lakunk messze a második kerülettől. Na. Hát mi van, ha ez? Mi van, ha ez egy tendencia? Hogy így bedobálnak oda udvarokban. Második kerület, 11. kerület, Török Bálint, Budaörs, mit tudom én. Ha ott ez így a budai részen, ez egyfajta tendencia. Na várj, nézzük meg, hogy kerül oda. Tehát ugye itt nem arról van szó szerintem, hogy ez valami évszázados régészeti lelet nyilván, ugye? Tehát arról van szó, hogy valaki bemászott egy óvodába, aha, és elrejtette az aranyat? Tehát ez egy lopott arany, csak bújtatják. Vagy valamelyik szülő azt mondta, hogy hát vagyonosodásimban engem nem találtok meg, megbízta a gyerekét, és azt mondta, ásd el apának, az óvoda kertjébe. Mert ott úgyse találják meg. Mi van, egy szülő ásatta vele egy gyerekkel? Hát, vagy mi van, ha ez egy magánóvoda, és korábban ez a telek egy magánszemélyé volt. És akkor övé az arany. És korábban ásta már el. Utána megvették ezt a telket, építettek rá egy ódát. Na, akkor mi van? És mi van akkor, ha te egyébként kintről végignézed, mert a tiéd az arany, ahogy a gyerek elkezdi kiásni. Lacika, a másik oldalról tárcsolja a figyelem, és a bűntársad ott van melletted. Vagy van! Dezső! Gyere már ide, rohadtkölyök, most ássa ki az arany! Tehát te az óvoda mellett laksz. Nem akarsz magadnál aranyat tárolni, mert 1,5 millió forint arany eredetét nem tudod megmagyarázni. Bemászol éjszaka az óvodába, elrejted az aranyat, és mit csinálsz? A saját kertedből, a saját erkélyedről figyeled, ahogy egyébként ugye ők ássák, vagy hogy mozognak a kertbe. És egyszer csak észreveszed, hogy a kis rakoncátlan málészájú Dezső, a kis ortúrós, kis fikaevős kis barátjával, Petivel. Ha valaki ráismert a Peti nevű gyermekére, attól elnéz. A nagyon szemtelen felvágott nyelvű kis marcikával. Igen. Elmennek gilisztát vadászni. És azt látod, hogy ez a három szemtelen gyerek elkezdi kiásni. És most te feladod a kis pukigyáros Andriska. Igen, és ott van a kis nagyon sokat fingó Andriska, aki egyébként nagyon szemtelenül beszél az óvónénivel, és nagyon meg kéne már pofozni. Látod, ahogy ez a három szemtelen gyerek elkezdi kiásni a te aranyadat. Hogy kerül az oda? Most komolyan kérdezem. Mit csinál egy óvoda kertjében 300 g tört arany? Ami nem régészeti lelet, tehát azt valaki ott elásta. Bizony. És tudjuk-e biztosan, hogy nincsen még 5 ilyen elásva az óvoda területén? Na jó, biztos lehet, na, hát hogy már irány az óvoda. Abba biztos lehet, hogy a gyerekeket már nem engedik oda. Így van. Szerintem a fűtőbácsi már felásta ott körbe. Éjszaka. Na most kerítés mellett. Ugye, ha te a földben találsz valamit, igen, az elvileg a magyar állami. Van, akkor ugye? Is az én telkemen van. Tehát nekem van, vettem egy telket, igen, valahol, igen, ás, az az állami. Mi köze? Sajnos ez így van, nem úgy, mint Amerikában. Ott a te földeden, amit megtalálsz, az a tiéd. De a magyar állam, ugye a magyar törvények szerint, amit te a földben találsz, az, tehát ezt nem termelheted ki az állam engedélye nélkül. Az a magyar állami. Bácsida az, aki állítólag Németországban dolgozik hosszú ideje már. Na most várjál, viszont ugye a találás viszont az elmondja, hogyha te egy éven keresztül mindent megtettél, akkor egy éven belül az a kicsi az az arany? Vagy most ki az az arany? Miért nem adják oda a kicsinek? Most jobb, mint egy rendőrségi leltár gyarapít egyébként. Mi csinál vele? Egy 5 évesnek lehet takarékossági. De lehet egy 5 évesnek tulajdona? Lehet? Vagy 4 éves gyereknek? Félreteszik neki. Hát miért? Amikor, hogy szilveszterkor születik valaki, vagy az év első gyermeke, az is kap mindig valamennyit. Jó, de 18 éves koráig azt a szülei kezelik. Igen, majd én kezelem neki. Majd én vigyázok rá. Miért nem adják oda a kicsinek? Ha a kicsi ekkora kincskereső, és nem jelentkezik érte senki, akkor ez a kicsit megilleti. Mert nem inkább adják neki az aranyat. Magyarokrémes kiflére van rágyógyulva, szerintem még nem annyira a tört aranyra. De csak tudja, hogy mi az értéke, nem? Hogy ez a nyilván tudja, mely beüti otthon az interneten tört arany, de azt mondja, fektetési arany. Igen, klapkát fölhívja, megkérdezi, mennyibe kerül. Nem. Gyerekek, itt az óvónő is nagyon becsületes volt. Igen. Én elintéztem volna egy savanyú cukorra. Azt mondom, Petike, büdöskölök, gyere csak ide. Na, mi van ott? Na, mi az Petike, tűzsd ki a kincset találtam, olyan, mint a trüffel, szagol meg. Add csak ide gyorsan. Óvónéni elrakja. Hát senki meg nem találja. Na, a finom főzelékből még egy adag. Szépen kicsempészi az aranyat. Egy kis csoportost milyen könnyű lehazugozni, nem? Hazudik. Apa, aranyat találtam. Találtál te nagy frász, na befogad a száradat, mész aludni. Apa, az óvónéni elvette az aranyat. De most komolyan tényleg, hogy kerül az oda? De én egyébként ennek örülök. Én megmondom őszintén, hogy ezt példaértékű dolognak tartom, és ebből látszik, hogy azért nagyon sok szülő nagyon-nagyon szisztematikusan, nagyon racionálisan és nagyon becsületesen neveli az ő gyermek. Ez nekem nagyon szimpatikus. Mert érted, hogy ha most mondjuk ez a gyerek nem adta volna ezt a kincset, aztán érted, mi lett volna később? Azt jaj, ne gyere már ezzel, Janikom, olyan, hogy a virág, majd a becsületesség, és te milyen büszke vagy rá, de hogy így? Jaj, hagyjál már otthon ezzel, sír, micsoda? Otthon sírná, másféle papa. Petikém, Benikém, nagyon ügyes, hogy papának ide gyorsan, zsebecskébe, belecskébe, így van, persze. Itt egy kis kindertojásocska, na játsszál szobárba szépen, papi intézi az aranyat, minden nap kiüríted a zsebeidet, ennyi. Aztán hozod haza és szépen. Megdicséred a gyereket, hogy becsületes volt veled. Tehát neked nem hazudott, érted? Nagyon ügyes volt. Hazahoztad, ügyes vagy fiam. Még átnézem a zsebét, nem tette 3 grammot, ugye? A gyerek nagy játékos, azért ki tudja, lecsippentett a kis hozományból egy keveset, azt mondta, az jobb lesz ínséges időkre. Azonnal átnézzük a zsebeit, mert becsületesség. Hát papának gyorsan oda. Az ilyenek miatt, mint ti, kellett visszavennünk a szeúzó kincseket. Se kerültek volna az országból. De most mi a... Jó, tessék. Most óvónéni azt mondta, hogy... Jelentettem a rendőrségnél. Most mi lesz az arannyal? Na ezt kérdezem elvitte, én is. Rendőrség elvitte, bevizsgáltatták, igazi arany. Nagyon szuper. Most mi van vele? A becsületes megtalálónak jár, a rendőrség most 1 évig altatja, vagy keresgéli a gazdáját, ha 1 évig nincs meg, ugye akkor... Elvileg a találás az azt mondja, igen. Most, hogy földben találtad, az nem tudom, hogy visszaszáll a magyar államra, de azt hiszem a PTK szerint a találás jogköre az az, hogy 1 éven keresztül neked mindent meg kell tenned, hogy meglegyen a valódi tulajdonos. Ha megtettél mindent, és nem, akkor a tulajdonjog az átszáll rád. Mert hogy te találtad. De arra csak bizonyos időintervallum után tarthatsz jogot, tehát nem lesz azonnal a tiéd. De ez legalábbis én még így tanultam. Ez nem csak a földre vonatkozik? Tehát, hogyha például a fauduban találod? nem a földre. Mit tudom, találsz egy esernyőt, találsz valahol, akkor annak bizonyos idő után a tulajdonjoga átszállhat rád, de neked mint találónak mindent el kell követned, hogy az meglegyen. 1 év. Azt hiszem most 1 év, nem tudom, ha már régen volt. 1 évig azért viszonylag nehéz úgy keresgélni. Hogy tudod, hello. Mit mondott arany? Nem jelentkezett senki. De figyelj, ezek az aranylapok egyébként nyilván vannak tartva, van benne ebből valami szám, bele van írva valami. Tehát ez nem feltétlenül. Nem feltétlenül. Tehát én most befektetési szándékkal veszek aranyat, akkor én kapok 3 rögöt, aztán kész. Tehát annak nincs egy kódja, egy törszáma. De a befektetési aranynak már van, a tört aranynak nem feltétlenül. De ha ezek lapok voltak, akkor ez nem tört arany. Nem biztos, de lehet, hogy valami törték, igen. Tehát, hogy lehet, hogy ez egy nagyobb lap volt, és aztán abból csináltak kisebb lapokat. Azon gondolkozunk el, hogy ebben az óvodában egyébként hány szülő mondhatta azt a gyerekének, hogy Petike, holnap menj, ássál kicsit. Tehát én azért másnap néztem volna meg az óvodakertjét, és azt látod, hogy 30 gyerek térdel, tudod, és az apai utasítása nyakig földesen. Most érted? Andriska, fú, már megint te voltál, nyissátok ki az ablakot, iszonyú büdös gyerek. Gyere csak ide egy pillanatra. Na, figyelj, mit akarsz játszani holnap? Hát szerintem fogocskázzunk labdát. De ez nem ástok. Ástok, igen. Most érted? A mi gyerekeink egy óvodába járnak. Megtudom, hogy a te gyereked aranyat találtak ebbe. Hát nehogy már mi gyerekeinket másnap... Te holnap gyémántot fogsz találni! Kimész a kertbe... Adok a zsebedbe, szórd el, aztán vedd föl. Kimész a kertbe 10 órakor, amíg a többiek libikókáznak, lefölhintáznak, nem tudom, mérleghintáznak. Mit csinálsz? Ásol. Fogocskázol. Ásol! Ásol biztosítok a gyereknek. De gyerekek, azért az óvónő is korrekt. Nem? Nagyon rendes, teljesen. Nagyon. Már csak azért is, mert megnéztem. Na, nyilatkozott egy 1000 grammos aranyrúd, az közel 10 millió forint, tehát a 300 gramm, az 3 millió. Hoppá, álljunk meg! Láttatok nyilatkozni az óvónénit? A fülében hatalmas fuchs. Nyilatkozott az óvónéni, majd elment 1 éves betegszabadságra. Igen, elment és learanyoztatta a testét. Most tök komolyan, mindenki gondoljon bele egy pillanatra, de ne humorizáljon. Igen. Tényleg. A gyerek hazajön a zsebében az óvodai ásás után egy Rolex órával. Aha. Most csak Tételezzük föl, 9 millió forint az arany, 80, egy Rolex Daytonát megveszel $1,5 millió forint. És azt mondja, apa, ezt a kertben találtam ásás közben. Megnézed Rolex Daytona, megnézed milyen kiadás. Ér az óra $2 millió forintot. Megkérdezett, hol találta. Azt mondta, a mászók alatt ásott egy félméteres gödröt, benne volt egy Rolex. Tessék. De a tök őszintén nem azt, amit most a tömeg akar hallani, meg nem azt, amitől én jobb színbe tűnök föl, vagy most nekem ez jót tesz. Hazahoz egy Rolexet. De nem is kell, hogy Rolex legyen. Hazahoz egy csomag aranyat, és így leteszi elét, hogy apa, ezt a kertben találtam. Kiszámolod, és rájössz, hogy $2,5 millió forintot hozott haza a gyerek. $2,5 millió. Mit csinálsz? Ott ültök így anyával, zacskó az asztal közepén. Találtárgyakoztál. Zacskó, ültök és így nézitek. Aha. Anya hozza a kis mérleget, amin egyébként a túrótortában leméri a lisztet. Gyorsan ráteszi az aranyat, te nyelsz egyet, van egy kalkulátor, beütöd és azt ott $3 millió forint. Koszos a zacskó, látszik, hogy a gyerek kiást, a gyerek nem hazudik. Aha. Tehát nem berált, nem azt mondja, hogy lopta, az, hogy apa a mászók alatt volt. Hát ott a $3 millió forint az asztalon, mit csinálsz? A kérdés az, hogy Feri és mi mit csinálnánk vele, mert te tegnap elmondtad, hogy te nem vennél Rolexet, te valószínűleg visszavigyél. Rolexet nem, akkor más típusú órát vennél. Hát, 3 millió forint ott van az asztalon. Most mondanám azt, őszintén, hogy mind becsülhet és megtaláló visszaviszed, de mi már találtunk így órát. És jó pár évvel ezelőtt egy Longines, ami szintén egy egész jó kis márka. Az ilyen 200-300 ezer forintos óra. És nem nagyon kotortunk azért, hogy... Jézusom, te loptál nagyon régen. Gyerekek, nem életszerű, valahol találsz egy Longines, most nem jársz körbe Budapest, hogy ki ez a Longines. Csak megkérdezed, nem? De kit kérdezted? Hol találtad? Hol találtad? Itt körülbelül utcán? Moziba találtok, hát kit kérdeztük? De most tényleg a moziban találsz egy Longines. Leadod a rendőrségen. Dehogy adod le a rendőrségen. Én se adom le, csak mondom. Leadod a rendőrségen. Azt hittem, hogy poljot. Tessék, ott van az asztalon 3 millió forintnyi arany. Visszaviszed az óvodába? Most tényleg mindenki egy kicsit próbáljon belehelyezkedni a szituációba. Bemész másnap az óvónőnek, és azt mondod, hogy talált a gyerek 3 millió forintnyi aranyat, nem azon, öné óvónő. Mit csinálsz? Vagy elrakod? Na? Elrakod. Elrakod, ugye? Persze. Legyünk őszinték, elrakod. Igen. A Rolex-el azért van könnyebb dolgod, mert ott meg tudod azt csinálni, hogy kimész a keletihez, és a kabátos bácsitól veszel 10 000-ért egy ugyanolyan Rolexet, igen, hamisítványt, és azt beküldöd a gyerekkel, hogy ezt most találta, itt találta a gyerek ezt a Rolexet. Tehát elrakjuk. Hát szerintem el. Fel sem merül a kérdés, hogy visszaviszük az óvodába, és megkérdezzük, hogy vajon kié lehet? Elhallgattatjuk a gyereket, és azt mondjuk neki, hogy nem találtál semmit? Azonnal hazugságra bízzuk a gyereket? Óvodába. És azt mondja, apa, hol a csomag, amit találtam? Nem találtál semmit? Vagy összebeszélsz a gyerekkel, és azt mondod, hogy apa és anya ezt most elrakja, de te innentől kezdve nem mondasz senkinek semmit az óvodába. Azonnal el fogja mondani másnap az óvodába, hogy hazudott egy zacskó aranyat. Ezért mondom, azonnal átíratod egy másik óvodába. Persze, nyilván életszerű, hogy kiveszed a gyereket 3 millió forintért. Többet? 3 millió forint ott van az asztalon, na, ugye? Nem szabadna visszavinni, hiszen ez is egy lépés lenne egy új, egy tisztább, egy szebb, spirituális világ felé, ahol az anyagi dolgok már nem annyira fontosak. Hát ne adjuk neki vissza. Mert érted, más lenne a dolog, hogyha mondjuk hazahozna a gyerek egy 80 mm-es, 88 mm-es légelhárító ágyú lövedéket, hogy ezt ástakja. Ott azt lehet, hogy visszaküldeném veled, de Rolex. Gyerekek, sanszos, hogy eltenném. Kivéve, ha a Kassatibi bácsitot kaptam, akkor nyilván hamis. Nyilván kamu brightling. De nem, tényleg. Feri, eltennénk, nem? Persze. Ugye? Hát, rohadékok vagyunk, de el. Egyértelmű. 3 millió forint, képzétek már, rettelt pénz. Mennyibe kerül egy fémdetektor? Hát, ez 15 000-ért már lehet. Veszek egyet a Beninek húsvétra. Apa azt mondta, hogy bicikli lesz. Nem, jó? Vigyed szépen magaddal. Na jó, érdekes ez a történet. Nincs meg még az ovi, még mindig nem tudjuk, hogy melyik ovi, úgy fölhívnám őket. Hát szerintem nézzük, hát ha vannak már friss képek a második kerületre fent a Google Earth-en, és ahol nagy áshatást lát. Ahol az óvoda kertjében hatalmas dombok vannak. Igen, akkor ott lehet, hogy valamit ásnak, és na, az lehet az óvoda. Nem tudom ki a kis kincsvadász, de imádom. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak, de nem múlhat el reggel morning show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Egy érdekes technikai újítást elemzünk, ami szerintem még kevés ember fogott a kezében, olyannyira, hogy Magyarországon még csak nem is kapható, legalábbis kereskedelmi forgalomba biztos, hogy nem. Úgyhogy tudunk róla beszélni kicsit, hát hogy is mondjam, a jövőbe ugorván, nem? már annyira nem távoli jövő, de ahogy ezt magadra teszed, fölveszed, egy pillanat alatt úgy néz ki, hogy azért ugrottál 30 évet az időben. Közben állítólagosan pár hónap múlva, aki egy kicsit jó módúbb, az akár egy ilyet hordhat is, vagy foghat a kezében. Hát szerintem egy lépés az, hogy csipet tesznek belénk. Ja, igen, az oltásokkal már bennünk már van a csip, az influenza oltással. És az lesz, hogy ezt a, már a retinádra születéskor ezt bele fogják tenni, hogy lássad a Google-t. Hogy tegyük be a Google-t. Igen. Nagyon kemény dolog. Egyébként én is felvettem, de hát nekem annyira nekem mindegy volt, mert az a szemem, ami előtt volt, mert ugye elmondjuk, hogy mi ez, az nekem nem működik, de te felvetted. Kérlek szépen úgy nézték ki, mint Tom Cruise, amikor elkezdte, vagy volt az a film, hogy egy ilyen nagyon nagy üvegtábla előtt jobbra-balra dobálta a dolgokat, igen. És volt rajta egy ilyen szemüveg, na pontosan úgy nézték ki. Olyan voltam? Olyan, nagyon menő. Na, itt van velünk Maró Ákos, jól mondom Ákos? Hello, jó reggel. Hoztál nekünk egy szemüveget, ez egy Google szemüveg, ugye? Úgy bizony, ez egy Google Glass, amit hoztam itt nektek megnézni, és ami a Terminátor lookot biztosítja a selfie készítéskor. Na, akkor hát most itt most az 50 pluszos, 40 pluszos és 30 pluszos hallgatóink lehet, hogy egy pillanatra felsóhajtanak. Terminátor look? Igen, a selfie-vel meg vagyunk. A selfie tudjuk, persze. Halltuk, ez az önfotózás, és mi a Terminátornak a looka? Hát a vakemberem van egy ja, tényleg a hát a személyen, ahol kilát, ugye, hogyha emlékszünk a Terminátor 1-ben még, ugye, hogy akkor felé lett a Terminátor, miután visszajött az időből Los Angelesbe, és akkor körbenézett, és a kis személyhez oda voltak rajzolva az fontos információk, hogy melyik járókelőnek például mekkora méretű ruhája van, hogy arról szedjél. Adod a motorodat, a ruhádat, és a napszemüvegedet volt valami ilyen. Pontosan. Ezeket akkor tulajdonképpen mi már agyban mind megvalósítottuk a filmekben, amik aztán leképződnek a fizikai világban? Ez a technológiára sokszor jellemző, hogy igazából már a koncepció már ki volt találva korábban, és hát várni kellett arra, hogy meglegyen az a eszköz. Na most tulajdonképpen mi a kütyű, hogy mondjuk el azoknak, akik nem biztos, hogy ezt egészen pontosan tudják, nagyon mi se, csak ilyen halvány képzeteink vannak arról, hogy mit fogunk felvenni. Ugye felveszel egy kicsi, apró szemüveget, ez hát tényleg igazából üveg nincs előtted, van egy kicsi monitor, ami belóg ugye a füled mellől, egészen beér a szemedig, van két orrtartó, és van egy mi ez, amit beraksz a füled mögé? Hát ez hát az a szára a szemüvegnek. A szemüvegnek. Szemüvegesek. A szemüvegnek a szára, kösz. Nekem utána akkor volt, amikor felé még leokoplasz volt. És... ez egyébként tök ugyanaz, igen. Csak mondom, csak kicsit jobban ugyanaz a hatás, csak kicsit dizájnosabb, igen. Bárcsak ilyen lett volna az óvodában, hallod? Milyen menő lett volna. Azt mondjuk, hordtam volna szívesen. Úgy, igen, leokoplasz, az kevésbé. És ugye az ember fölveszi, és egy pici apró monitoron bejön a jobb szeme elé, most én ezt nagyon laikusan mondom, tehát fog be a fület, csak próbálom vázolni, egy kicsi mini képernyő, egy kis kijelző, egy mini tévé, amin ugye adatokat lát. Ha akar, akkor a képernyőre fókuszál, ha akar, akkor maga elé fókuszál, és látja azt, akivel beszél, de közben tud fókuszálni a képernyőre is, ugye? Röviden erről van szó. Ez a gyerekek Google... felvehettek fejlesztőmérnöknek. Nagyon jó vagy. Prezentálni már nagyon jól tudnék. Tehát célok meghatározása megvolt. Steve Jobs sehol nincs hozzám a prezentációban. Igen. Szóval mit kezdtél el, hogy nagyjából így van, ugye? Igen, nagyjából így van. Tehát ez, ahogy leírtad, ez a Google Glass nevű terméknek a jelenlegi állapota. Ahogy mondod, igazából ez a jobb szemem fölött, egy kis kijelzőt biztosít, és azon keresztül látok. Mi van, a jobb szememre vak vagyok? Én? Jelez, itt ül. Tehát mi van, itt ül? Jön a Google Glass, fölrakja, te hallod, hol a sonkár? Nem látom, hallod. Én egy parányi fényfoltot láttam az alagút végén. Nekem ez volt a jobb szememben. Feri az egész Google Glassből annyit látni, amikor a Terminátor meghalt, és így elsötét. De ez egy pici piros pötty lett a végén, na az volt a szemüveg. De már az is a végén csak... és ökölből mutattál egy okay jelet. És mondtam, hogy gyerekek, ez nagyon, nem tudom mire, de nagyon jó. Igen. Hát látod, legalább a fény tudja biztosítani akkor, vagy azt az élményt, hogy van fény az alagút végén. De át lehet tenni bal szemre? Ez, amit most ti is láttatok itt, és kipróbáltatok, ez ugye a fejlesztői változata ennek az eszköznek. Majd a kínai megoldja a bal szemes, ne aggódja. Hát de is olcsóbb lesz. Tehát ugye ez nem ezen ugye még nincsen dioptriás keret sem, ugye, tehát akinek egy dioptriával korrigálható számlátása, ugye ő dioptriás kerettel fogja ezt majd vásárolni. Felvettem. Hát így fülesse. Hoppá! Hallottad? Hallottad? Nem, mit csinált? Megjelent minden, amit látok, tehát olyan, mint a dupla szemem lenne, és egy Okay Glass felirat jelent meg. Az mit jelent? Már hogy tudom, hogy mi az Okay Glass, de hogy mit akar ezzel nekem üzenni? Okézzam le, hogy ő működik? Azt akarja neked üzenni, hogyha megszólítod azzal a kifejezés, hogy Okay Glass. Okay Glass. Akkor ugye hallgatja azt, amit mondani szeretnél, és ha mondasz neki más parancsokat, akkor azokat neked végrehajtja. Most ne szórakozz, hogy ő hallja azt, amit én mondok. Igen, hallja. És lehet ezzel irányítani, hogy Okay Glass. Okay Glass. És akkor mondod neki, hogy mi történik. cup of tea? Hát egyelőre még nem hozza a teát, gyerekek, kicsit mérges vagyok. Igen, van még hova fejlődni a Google-nek. A Juli már rég hozott volna egy pohár teát, és nem dolgozik a Google-nál. Igen. És szerintem minden szülő álma is, hogy okay, fiam, csináld meg a házi feladatot. De az se történik még. Ja, tehát, hogy ez, mivel, hogy ahogy látod, a fejeden hordod ezt a dolgot, ugye nincs rajta billentyűzet, nincs rajta touchscreen, nincsenek ilyen dolgok. Aha. Ezért viszonylag nehéz elindítani úgy applikációkat, hogy az ikonjukra rákattintasz. Ezért nagyon egyszerűen úgy van megoldva, hogy egyszer elmondod neki, hogy mit csináljon. Csináljon egy fényképet, vegyen föl egy videót, mutassa meg a naptáradat, és így tovább. Van benne fényképezőgép? Hogyne, van benne fényképezőgép, és abba az irányba nézem, erre tenni. Mivel lehet elindítani a fényképezőgépet? Na várjál, most azt írja, hogy jelentkezzek be. Hanyas vagy te disznó, ez ugye lefordítva magyarra nagyjából ezt írja, hogy nekem muszáj bejelentkeznem, ezt írja, de akkor visszaadom, hogy jelentkezz be. Okay, Glass. Hoppá! És azt mondja, hogy adjak neki parancsot. Aha, és ott fel vannak sorolva a parancsok, a fejed mozgatásával tudsz fölle szorolni a parancsok. Nem, megőrülök, mozog. Nézd föl, nézd le, és akkor látod, hogy a parancsok között tudsz úgy. Okay, Glass. Take a picture. Okay. Come on. Nagyon szép az angolod, szerintem érti. Figyelj. Hát szépen kell hozzászólni. És szépen. Angol-angol vagy amerikai angol? Amerikai angol. Amerikai angol? Aha, megy egy kicsit slendriánabb. Ah, what the fuck, man? Hey, come on. Oh, don't fuck with me, man. Mit csinál? Mesélj erre, mit csinál? Kérlek szépen, beléptem a fotótárba, és ha most leokiztam volna, akkor amerre nézek, megcsinálja a fotót. Csinálj rólam egy fotót. Várjál, mert most megint elkeveredtem. Ja, szóval azért, igen. Hát azért a dédimre ezt nem tenném rá, szóval, hogy... A mama kapkodná a fejét. Mama azért egy picit ellene, egy fiam, követ egy óra. Szóval, hogy a jobb szemem előtt folyamatosan ott van egy óra, egy 7 óra 25, mondjuk ez nagyon kéne nekem, hogy ne lépjem túl mindig a beszélgetést. De most próbálj még egyszer, tehát ennyit mondjál. Take a picture. Csináltam képen, take a picture. Okay. Ja, és ahol pont állsz, amerre te nézel, akkor te ne haragudj, te most ha azt mondod, hogy te a telefonodon közben látod, amit ő lát, akkor én kimegyek. Én látom, amit ő lát. Figyelj, most már megcsináltam a fotót rólad, és felajánlott, hogy most küldjem el Attilának, küldjem el. Hát ezek ugye nyilván a te címlistáid. Attilának igénye lenne. És ez mindent a szemed előtt történik, hogy megcsinálom a képet, és azonnal felajánlja. Tehát ez telefonszinten működik, ugye? Hogy képet megcsinált, küldés e-mailben. Pontosan. Egyébként technikailag egy Android telefon, ami a fejeden van ilyenkor. Ez egész egyszerűen döbbenet. Na most mi van akkor, ha például egy kicsit ilyen etikai dolgokba belemenjünk, mondjuk ez ugye tud rögzíteni is. Hogyne. Ugye? Na, tehát innentől kezdve nagyon sok agályos kérdést vett fel, hogy mikor rögzíthetek, mikor nem rögzíthetek. Átnézek a szomszédba, rajtam van egy ilyen szemüveg, én elkezdek kukkolni, ott a szomszéd mondjuk mesztelenül nyírja a füvet, én elkezdem őt fölvenni, akkor én készítek róla ugye egy folyfényképet vagy fotót, hogy ő nem tudja. Ugye, és esélye nincsen tudni. Tehát ez nagyon sok bonyodalmat okoz majd ez később, nem? Hát igen, mondjuk így, hogy bonyodalmat okoz. Itt vagy okozhat, amíg ugye ezt nem szabályozzák. Igen, nyilván. És az a kérdés igazából, hogy kiül fordítva a lovon. Tehát a mostani szabályozás van-e fordítva a lovon, ami korlátozza azt, hogy amit az ember például a szabad szemével lát, azt felveheti-e vagy nem, vagy pedig azok ülnek fordítva a lovon, akik szerint ezt simán föl lehet venni. Igen, ez egy érdekes kérdés, mert átnézek a szomszédba, csak amikor tárolni nem tudom, de fölvehetem. De arról szólnom kell, hogy én őt fölveszem. Jó, vagy bármi más, egy mozifilmet a moziban például. A mesztelen fűnyírását a szomszédnak te egyébként is látod, tehát már zavar, hogy most ezt te rögzíted, ugye? Az most tök érdekes, hogy egy szemüveggel vagy ilyen. De azt meg tudod csinálni, hogy bemész a szerdai értekezletre, ebben az előzőleg megszerzett új filmet, amire már régen láttál, beindítod, akkor nézed a ízét, néha bólogatsz a tikkerre. Hova fejlődhet majd? Tehát itt tulajdonképpen azt fogjuk előbb-utóbb látni, hogy fiatalok, akik hordanak egy ilyen szemüveget, azok élőben egy csatornára streamelik majd, amit látnak. Tehát ezt most meg tudjuk csinálni. Ezt meg tudod csinálni. Igen. Tehát mi történik majd? Mondjuk azok a fiatalok, akik felveszik egymást, mit tudom én, szexjelenetek közben, csókolózás közben, ugye két fiatal, aki lesz egy-egy szemüveg, ők a közös együttlétüket, például, hogy miért pont ez jut eszembe, nem tudom. Nem is értem. De hogy mire a mi gyerekeink mondjuk abban a korban élnek, mindenkinek lesz már vagy egy amerikai, vagy egy kanadai, vagy egy kínai, nem? Mert a kanadaiak is csinálják azt, mondta, hogy szerintem a kínaiak is dolgoznak, és élőben streamelik azt, amit látnak. Szóval, hogy azért ez nagyon kemény világ lesz, mikor majd mindenki ilyet hord. Hidd el, hogy nem neked jutott ez először eszedbe. A francba. Fogadjunk, hogy már van fönt ilyen film, ahol ketten egymással és egymást közben. Tehát föl tudom tenni. Nem? Föl tudod tenni, abszolút. Jelenleg úgy van, hogy a beépített videórögzítő az 10 másodpercet vesz föl magától, és utána meg kell erősítened, hogy tovább kéred a videót. Aha. Ugye ezt ismerjük a mobilosoknál is, ugye a 6-10 másodperces videók elküldését, tehát ugyanazt csinálja. Atyaisten. De ez igazából az applikáció írón múlik, hogy ő milyen hosszú videófelvételt csinál. Tehát ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy most látok 3 embert egymás mellett ülni szótlanul egy étterembe, és nyomkodják a telefonukat. 5 év múlva, 3 év múlva látok 3 embert szemüvegben ülni majd, akik egy büdös szót nem beszélgetnek egymással, vagy otthon él mondjuk úgy egy család, hogy már most mindenki kicsit függő, nyomkodja a telefonját, és ül majd egy család az asztalán, mindenki ilyen szemüveg, és senki nem szól senkihez. Hát vagy pont kis túlzással nyilván. Kis túlzással. Egyébként teljesen rámutattál ennek az eszköznek az egyik célfelhasználására, ami pedig az, hogy nem kell a zsebedből előkotolni a telefont. Tehát mert hogy a kijelző, amit látsz, az ott van a szeme csarkában, a szó legszorosabb értelmében, ezért hogyha jön valami értesítés, SMS, bármi, akkor az egyből ott van, ahol a látódmeződben. És akkor nem az van, hogy megrezgettet a telefonom, akkor ottan kotorászok a zsebembe, előveszem, nem tudom mi lesz, hanem gyorsan el tudom dönteni, hogy mi az, ami jött, érdekele, gyorsan tudok reagálni, ha egyszerű dolog, tehát igen, nem, tehát kérem, még jobban függővé tesz a technológia irányába. Hát rövidebb ideig tart ezeknek az interakcióknak a levezénylése. És ugye maga a Glass ezt tudja, illetve a nyáron most kijön az Androidnak a hordozható, tehát okos óra változata. Gyerekek. Soha. És ugyanezt fogja tudni. Tehát pont az a lényeg, hogy igazából ezeket a zsebemben mondjuk ott lesz a telefon azért, mert azon jön az adott kapcsolat, és minden más interakciót az pedig... Csak mondom, hogy okos óra már van hozzánk, hát az Android, ez még csak most mindegy. Jó, semmi, aranyosak ott az Androidnál próbálkoznak össze, és jönnek utánunk, felengedve el felé. Kazi, meghallotta a lényeget, írja nekünk, akkor ebben végre lehet pornót nézni szex közben. Igen. Ugye? Milyen szép, hogy gondolkodik, ami hallgatunk, hogy mennyire mélyen szántóan látja az esetet, hogy végre legálisan. Ott van előtted asszonykát, felveszed a kis szemüveget, ő azt gondolja, hogy nagyon fickósan működsz rajta, miközben te éppen Tory Black kalandjait nézed, hogy valahogy 30 év házasság után összejön ez a dolog. Hát ez sem nekünk jutott eszünkbe, gondolom én, ugye? Mi lesz majd a gyerekekkel? Mi lesz majd a vizsgázókkal? Mi lesz majd a diákokkal, akik például bemennek, felvesznek egy ilyen szemüveget, a tanár egy év múlva meg kell, hogy nézze, hogy az most csak egy simán dioptriás Google lesz, vagy egyébként bekapcsolt Google lesz, és mindent leír majd az internetről vizsga közben? Igen, tehát nyilván most, hogyha valakinek az a célja, hogy ne lehessen külső eszközöket használni egy vizsgázásnál, akkor ezt valamilyen módon ugye neki jött a rossz arc tanár figurát el kell játszania. A másik oldalról viszont szintén megkérdőjelezném, tehát amikor az a kérdés, hogy valamit el tudok-e végezni, vagy nem, akkor az a kérdés, hogy most fejből tudom-e, vagy hogy valójában el tudom-e végezni. Ugye a valós világban is rengeteg kiegészítő eszközt használok a mindennapi teendőimhez. Hát igen, de ez már egy bonyolultabb kérdés, hogy a vizsgarendszert feszegetett, hogy mit kell tudni egy mai diáknak, jól kezelni az internetet, vagy tudni. De ezek az eszközök pont ezt csinálják, hogy megkérdőjelezik azt a státuszkót, ahogy egyébként tesszük a dolgainkat, mert hogyha meg az a kérdés, hogy valójában az ember a természetes környezetében, amiben beletartoznak ezek az eszközök, hogy tud teljesíteni, akkor azzal az eszközzel együtt tud jól teljesíteni. Tehát nem egy reális vizsga. Igen, abban én sem hiszek már, hogy a mi gyerekeinknek még mindig majd különböző lexikont kell a polcról levenni és kikeresni, ez a világ, ez nem működik. Nem lesz áram, meg megszűnik az internet, majd akkor megtudjátok, mi a magyarok Istene. Akkor majd mi analógok jövünk. Mi analógok. Feri, hidd el, mind a ketten analógok vagyunk már. Ebben a digitális világban mi már nagyon analógok vagyunk. Na jó, van még egy érdekes kérdés, beszélünk majd arról, hogy egy külföldön már forgalomban van, hogy milyen jogi akadályok merültek föl, vagy egyáltalán milyen ellenállásba ütközött ez a társadalom részéről. Érdekes világ lesz, hogy 4-5 év múlva mindenki egy ilyen kis szemüveggel rohangál majd a fején. Azért nyilván ezt nem lehet megállítani, a fejlődést, meg a technika szerintem már sokkal gyorsabban fejlődik, mint amire az ember fel van készülve, de érdekes kérdéseket vet föl a dolog. Én mindig olyan szeretem az összeesküvés elméleteket, és én ilyen irányba vinném a beszélgetést, hogy a mobiltelefonnál például ugye már azt mondják, hogy nem is kell bekapcsolni, egész egyszerűen leteszem magam mellé, és lehallgatnak. Hát ezt most már tényleg mindenki mondja, ha nem akarod, hogy lehallgassanak vidát a másik szó ellenére, mondjuk lekérhetik az adatokat tőlem, mint szemtanútól? Tehát úgy is beleláthatnak abba, amit én látok, hogy én közben nem rögzítek? Hát ez itt a eszközkontroll kérdése. Technológiailag nyilván a válasz az rá, hogy igen. Igen. Nyilván a gyakorlatias válasz meg, hát nem az rá, hogy igen. Aha, hát, majd nyilván, hogyha szabályzod ezt, akkor mondjuk valaki ezt meg akarja csinálni, akkor azt mondja, hogy jaj, hát majd rám szólnak, hogy én belenézek a bazsi szemüvegébe. Nem a rászólás kérdése, hanem az ugye, hogy minden ilyen eszköz erőforrás szűkében van. Tehát ugye a mérete, az aksi meddig bírja, stb. És folyamatosan ezek nem fognak rögzíteni, mert ugye lemerül egy óra alatt. Tehát értelmetlen lenne egy olyan eszköz, ami mint az orosz dashboard kamerák, ugye, amik mindig vesznek, mert ugye hát azok be vannak dugva az autó áramába. Jó, tehát, de mondjuk, ilyen nem lesz. Tehát... De mondjuk valaki föltöri a szemeket, és bejön az én lakásomba, mert én csak nézem, hogy mi van a lakásomban, és ő látja, hogy én mit látok, mert mondjuk lehallgat vagy lenéz. Ez lehet? Majd. Mondom, technológia, ez mind lehetséges, az, hogy most ez valójában megvalósul, ez teljesen valószínűtlen. Egyébként mindaz a kérdés, amit föltesztek, az olyan értelemben nagyon izgalmas, hogy erre van egy mozgalom, amit feszegettek, ezt úgy hívják angolul, hogy quantified self, tehát a megmért önmagam, vagy a folyamatosan mért önmagam, aminek pont az a lényeg, hogy ezek az emberek ugye rögzítik minden egyes lépésüket, tehát az a hány lépést tesznek a szó legszorosabb értelemben lépésszámlálóval, merre járnak, képeket rögzítenek, ugye a korai ilyen fejre erősített kijelzős emberek, akik ezt már 20 éve csinálják, ők nekik valóban folyamatos rögzítés van már belerakva. De beteg, nem? 20 éve minden pillanatát rögzíti? Igen. Tehát pont de ő már azt gondolja, hogy ő a Terminátor. Már ott van tévesen annak kódolva. Igen, tehát, de hogy ez bizonyos értelemben extrém mozgalomnak hangzik, a másik értelemben pedig implicit módon ugye mindannyian csináljuk akkor, amikor Foursquare-en bejelentkezünk, amikor Facebookra nyomjuk ki a képeket, amiket teszünk ugye rendszeresen. Tehát igazából önkéntelenül az ember belemegy ebbe az utcába. Itt igazából a kérdés az, hogy te mennyit mérsz magadról, és mennyit tárolsz el magadról. Ugye ma már nem az a vicc, hogy van egy gyerekkori fényképet, hanem hogy melyik napról van kéred a fényképet, ugye? Igen. És akkor itt nyilvánvaló az, hogy ez csak egy erőforrás szűkösség, hogy ez nem folyamatos ez a rögzítés. Hanem azért, mert hogy megkomponálom a fényképet, stb. Nem fér el rajta annyi videóanyag. Most még nem fér, de elfog. Igen, de erre akarok kiukadni, ezek a szűkösség, tudjuk, hogy ezek csökkennek. Tehát teljesen reális jövőkép az, hogy valóban tényleg, hogyha az emberen van egy ilyen eszköz, nyilván opt-in első körben, aztán meglátjuk, hogy törvény, hogy szabályozza, de hogy valóban tudsz rögzíteni mindent, ami vele történik, vagy hasznos, vagy nem hasznos, ezt nekünk embereknek kell eldönteni. Figyelj, szerintem itt egyébként két választás van, tehát hogy vagy elkezded ezt te is tényleg használni, megtanulni, hogy ne maradj le, nem? Most nem is arra gondolok, hogy mindenkinek kell, hogy legyen 200 000 forint, nem erre gondolok, de ugye érteni, hogy miért van ez, vagy az a gyerek kezébe, vagy egy másik ember kezébe, vagy ha egyszer megtörténik a szakadás, akkor elkezdesz lemaradni, és 5-10 év múlva teljesen elmegy melletted a világ. Mi még azon generáció vagyunk, aki szerintem ezt még pont jól tudja venni. Számítógépet használ, okostelefont használ, letölt, föltölt. Igen. De jó, hogy nagyon-nagyon kell... Zavarba lehet hozni ilyesmivel, hogy bejelentkezel a Forizére. Jó, de téged azzal is zavarba lehet jelzni, mert a számítógépet megkérni a jelszavadat. Mondjuk az is igaz. Onnan faszodáig tudom. Azért nem vagy egy ilyen, én sem mondjuk egy ilyen nagy technikai zseni. Minket sok mindennel zavarba lehet hozni. Laci, létsz és mondd már a telefonon, hogy kell föl is találni. Figyelj, utoljára nekünk a Commodore 64, Shift 2, Shift 2, Shift 4, Run. És elindult a Winter Games, meg a Raid over Moszkva. Játszottál ilyeneket? Egyébként Wizard of War... A Wizard of War, én spektrumos voltam, de hogyne. Hát azért azok nagy dolgok voltak. Ha amigásod voltál, már nagyon gazdag voltál. Ugye ezt most egyébként már rákattantál, tehát rá okoz olyan addikciót, mint a telefon, hogy hordod, nézed, ott van rajtad? Nem, nálam nem. Tehát én elsősorban fejlesztek erre, tehát mi... Ezt termékfejlesztéssel foglalkozunk, és igazából mi ezt mint egy fejlesztőeszközt tekintjük, tehát nem ez az első dolog, amit megfogok reggel, amikor fölébredek, és nem hordom az utcán folyamatosan magamon, de egyre inkább látom a hasznosságát, tehát például korábban említettük az autós navigáció kifejezetten hasznos, és így tovább, tehát egyre inkább látom azt, hogy hol van ennek értelme, hol nem. Mivel, hogy én nekem most nincsen dioptriás szemüvegem, ezért nekem ez egy plusz dolog ezt fölvenni. Kivéve nyáron, amikor meg napszemüveget szoktam hordani, és ugye van hozzá napszemüveges feltét. Tehát, hányan ülnek be majd magyar mozikba filmet felvenni például, nem? Vegye csak le, ez csak egy sima dioptriás. Nem, senki nem jöhet be szemüvegbe. Hogy döntöd, hogy ki van szemüvegbe, ki nincs szemüvegbe, ki rögzíti a filmet, meg a 3D szemüveget hogy különbözteted meg? Igen, a 3D szemüveg, nem 3D szemüveg, Google Glass, nem Google Glass, ugye? Igen. Tehát, hogy azért itt lesz azért szemráncolás. Hát nézzük a jó dolgokat, mondjuk például városnézésnél külföldön vagy ránézel valamire, és már írja is az adatokat. Tehát szerintem tök jó, megint az ember függő, hogy ki mire fogja használni. Szenzációs nyilván. Igen, tehát, a pornófilmnézés szerintem az. Szerintem a pornónézés szex közben meg vagyunk, nem? Hány családnak, hány házas embernek oldódik meg a szexuális élete azonnal, hogy teljesen legális módon asszonyka finom tudtával vagy tudta nélkül tudja ugye kicsit feldobni az életét. Tehát ez inkább a mókás megközelítés ennek a dolognak. Ákos, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Néhány országban, csak záró kérdésként, ez már egyébként abszolút kapható, hordható, viccelhetőre. Nem, tehát ez jelenleg... Ez még sehol? Ez még sehol nem kapható jelenleg egyszerűen, nem tudsz bemenni egy boltba és megvenni. Ez, hogy ti is láttatok, ez a Glass Explorer nevű fejlesztő programnak a terméke. Ez ilyen sorsásos alapon lehetett csak az Egyesült Államokban hozzájutni. Épp ezen a héten kedden 15-én tartott a Google egy olyan napot, amikor Amerikában mindenki vehetett egyet online, aki gondolom ameddig a készlet tartott. Én nekem az a predikcióm, hogy ez arról szólt, hogy a fejlesztői változatnak a raktárkészletét kiszórták. És most már nagyon készülnek arra, hogy valóban konzumer termékként meg lehet majd vásárolni. Egyébként egy ennél jobb eszköz lesz minden bizonnyal, mert ez egy 2 éves. És a kínaiak hogy állnak? Jönnek? Nyugtass meg, ott vannak. Kínaiak mindenhol ott vannak, most múlt héten voltam egy expón, ahol ezzel dolgoztunk, és nagy zoom lencsékkel jártak körbe-körbe. Tényleg fotózták a cuccot? Óriás, imádom őket, nagyon nagyok, nem? Nem, tehát ezzel a 400 mm-es lencsével 20 cm-ről. Igen, ezzel együtt van egy kanadai gyártó, Recon Instruments nevű, aki jön föl, nekik ilyen extrém sportra hegyezett termékeik vannak, tehát egy síszöveg beépített display. Persze nyilván minden ország próbálja, de hogy a kínaiak ott vannak, nyugtass meg. Igen. Csak még nem tudták megoldani a rágot. Nagyon vékony a szem, hogy fogsz azon kilátni. De egy nagyon izgalmas további termékről esetleg még mondok pár szót, mert ugye említettük, hogy ez egy kis kijelző jobb fölül, ugye a jobb szemben felső sarkában, de vannak olyan projektek még jelenleg a korai prototípus fázisban, jövőre lehet esetleg majd kapni, ami a teljes látómeződre fog rajzolni. Tehát ahol nem egy kiegészítő kijelző van, és vagy ezt nézem, vagy előre nézek, hanem annak az a lényeg, hogy járok az utcán, nézek ki a világba a fejemből, és rárajzol dolgokat pluszba, anélkül, hogy le kéne vegyem a tekintetet a világról. Tehát itt fölírja nekem, hogy metró, ott feljön egy könyvtár, ott büfé, mit kaphatok, hogy szedi le folyamatosan az adatokat. Pontosan, a valódi Terminátor Vision, igen. Tehát ezek is nagyon izgalmas cuccok lesznek, aki jönnek, és hát szóval, hogy ez egy nagyon izgalmas időszak idén meg. Na jó, hát várjuk. Analóg srácok vagyunk mi Feri. Analóg srácok vagyunk, azt gondolom. Aki várja, az várja. Ákos, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Ez itt a Best of Morning Show. Egy nagyon érdekes dolog történt Kínában. Méghozzá potyázó utas leptesztek te a kínai reptéren. Megvette az első osztályra szóló jegyet, próbáljuk felgöngyölíteni az ügyet, hogy ez hogy történhetett. De a VIP váró szolgáltatásait élvezte. Közel 1 évig csinálta, mire valakinek feltűnt, hogy eszik-iszik, de nem repül. Nagyon jó. De 1 évig bent élt a terminálon. Minden nap bement, minden nap fogyasztott, de soha nem repült el. És azt mondják, hogy az utazás időpontját több mint 3-szor módosította a repjegy tulajdonosa, hogy minden nap be tudjon vele menni az üzlet és az első osztályon utazó számára fenntartott váróba, ahol ugye ingyenes finom falatok várták. A többi utas ellentétben emberünk azonban nem szállt fel a repülőre, amikor szólították őket, amikor pedig a jegy érvényessége a végéhez közeledett, a találékony utas állítólag egyszerűen visszamondta, és visszakérte az árát, mondván mégsem szeretne repülni. Aha. Ez a China Eastern Airlines vonalán történt meg egyébként. Tehát maga a sztori nagyon jó egyébként, hogy bemész ingyen kajálni, mert ugye egy bizonyos repjegy után, tehát hogyha ilyen bizniszt veszel, vagy vannak azt hiszem különböző kártyák, és lehet használni ezt a várod, de azt vissza lehet mondani a jegyet. Na de várjál, hogy van ez? Hogy történik ez egy reptéren? Szerintem nem tudod visszamondani. Hát nem úgy van, hogy te megveszed a repülőjegyet. Oda mész, becsekkolsz. Igen. Azért kapsz egy beszállókártyát. A beszállókártyával te bemész tranziton belülre. Ott már bemehetsz a VIP-be. És általában ezek a lanzsok, ugye ezek a tranziton belül vannak, de ott neked már beszállókártyád van. Na most, ha a beszállókártyával te utána nem utazol el... És ha szólsz, hogy nem tudok, most kaptam a telefont, mégse tudok utazni, lehet, hogy ez ilyen bizniszosztály, és abban benne van az, hogy vissza lehet cserélni a jegyet. Én nem tudom, lehet, hogy rosszul emlékszem, de nekem úgy rémlik, hogy a Feri 1-2-n úgy volt, hogy a családod bekísérhetett ebbe a VIP részlegbe, és akkor utána elbúcsúztunk, és akkor hogy... Te mikor voltál VIP-ben? Azt kérdezem, hogy téged kísértek, vagy te mentél a VIP részbe? Eltévedtem. De volt egy leértékelés a reptéren, amiért kimentetek Mónikával, hogy mit csináltatok ti repülőtéren? Nehezen tudom elképzelni. Egy vödröt, meg egy villadafejes partvist. Takarítólag állt rajtam egy névtábla, és mindenki azt mondta, hogy takarít, vagy nem. Fura, mert tényleg a reptér nem jöttök össze nagyon. Tehát az nem a természetes közeget mondhatni. Hát nincs ezzel baj, csak mondom, hogy hát azért téged ritkán láttunk reptéren. Egy kedvenc koreai szórakozat elektronikai cégem intézte, amikor mentünk ki, ugye utaztunk ki. Tényleg? Londonba, aha, futni az olimpiai lánggal, és akkor. Aztán később a birtokomba került, hogy nem, szintén mondom, tényleg egy indokolatlanul komoly bankkártya, ami egyébként nincsen anyagi fedezet, csak mondom, nem hallgatom azokat. És annak van egy ilyen szolgáltatása, vagy tartozik az egy ilyen szolgáltatás, hogy bemehetek oda kajálni, meg piálni, amíg indul a repülőgépem, amire én nem szállok föl, hiszen nem megyek külföldre. Tehát nekem, ha ez megoldható, akkor ez egy tökéletes napi kis rutin lehetne. Érted? De nem reggeli, ebéd, vacsora, de szerintem, Jani, az is, fristük. De nem, hát ilyen alapon, akkor mindenki kimenne a reptére és bemenne a bankkártyával. Annak muszáj tranziton belül lennie, hogy oda te csak érvényes beszállókártyával mehess be. Hát akkor szerzek egy jegyet. Hát igen, veszel egy jegyet, 60 000 után a hülyének is megéri enni két pogácsát, meg ingyen wifizni egy fél órát, tehát abszolút jó biznisz. Hát lehet, keresek valakit, vagy pedig valami ismerős, aki rendszeresen kijár valahova külföldre. És így csomagol neked. Nem tudsz vele bemenni. De nem tudsz vele bemenni. Miért ne tudnék? Csak becsekkolás után lehet. Tehát bemész, odamész a pulthoz, becsekkolsz, ott a repülőjegydért cserébe kapsz egy beszállókártyát, ami a saját nevedre szól. Átmész egy ellenőrzőponton, becsekkolsz, tehát bemész a tranzitba, és amikor belépsz ebbe a lounge-ba, akkor ugye felmutatod a beszálló kártyádat, és ahhoz képest téged oda beengednek, vagy nem engednek meg. Van külön first class, business class, mit tudom én. És miért fáj nekik annyira az a pár nyomorult pogácsa, amit ott megenné? Nem fáj, ezzel akarnak különbséget tenni az általános meg a business között, hogy érezze a business, hogy már a tranzitban is kicsit kiemeltebb. De te utcáról egy sima kártyával soha nem jutsz be a lounge-ba, mert akkor mindenki kijárna oda ebédelni, akinek van ilyen bankkártyája. Az nem lehet, akkor hogy jutott be a kínai? Hát volt jegye. Na de ha már akkor te visszaváltod a beszállókártyádat, hogy mégse repülsz el? Benne van egy a kínai légitársaság biznisz osztályában, és simán kinézem, hogy ott meg lehet azt csinálni, hogy fölszesed 5 perccel azt mondod, hogy bocs, mégsem megyek. Kérem a pénzt. Bemész, eszel, visszaváltod a best, kijössz a tranzitból. És megint eszek, és megint iszok. Az is necces kijönni, kifelé jönni, ugye baromi nehéz, tehát azért az is ugye ki nem sétálsz már csak olyan könnyen a tranzitból. Kijössz és azt mondod, hogy mégse repülnél el, holnap újra bemész? Aha. Az átfoglalod a jegyet holnapra. Biznisz, ugyanúgy biznisz, lehet, hogy benne van a lehetőség, nem kéred vissza a lóvét, hanem azt mondod, hogy úgy gyerekek, mi is tudok ma menni, holnap ugyanerre a gépre, a bizniszosztályra foglaljuk át. Jó, foglaljuk át, puff. Ennek utána kell néznem. Tőlünk csak egy köpés, a Feri egy-kettőt. Hol vagy, Jani? Le kell tennem, kajálok a bizniszbe. Hagyjál már, éppen csomagoltatok a bizniszbe. Na de azért így potyázni, ez... Ez elegáns szerintem. Ez tudtam, hogy neked erre felcsillan a szemet, hogy ez tetszik. De várjál, mi az, hogy potyázol? Hát ez egy szolgáltatás, ami jár neked, amit használsz. Na de azért egy éven keresztül zabálsz a bizniszbe, és nem utazol el, tehát azért a pitjánerségnek is van határa. Tehát van, hát, de hol van az még tőle? De milyen messze van ez még ettől az ügytől, ugye jön? Na, soha nem csinálnám. Tehát ez megint nem arról szól, hogy valaki éhes és ételt lop, hanem arról szól, hogy tarhát ecet édesebb a méznél, ahogy tartja a mondás, egy repülőjegy árát zabáljuk. Tudod, le hülye módon. Tudod, a rohadtkártyának az éves díja? Egyrészt, jó, hát igyál meg két domperinyont, azt már meg is vagy bent a lounge-ban. Nagyon kedves hölgy beszélt rá, tehát azóta is jó kapcsolatban vagyunk egymást, nem feltétlenül szoktam kihasználni minden egyes szolgáltatást, viszont ezekért a szolgáltatásokért fizetek. Kezdek arra gondolni, ez nem is egy kínai volt, hanem egy ilyen kis, fölraktál valami a lampiont a fejedre, ezt besétáltál. Nagyon korán keltem, és csíkkel volt szűkölve a szemem. Nem, és a másik pedig az, hogy gondolj bele, hogy hányan nem használják ki ezt a szolgáltatást. Ja, hogy te olyan előzékeny vagy, hogy leeszed a többiek helyett. Így van. És naponta átbukkoltatod a repjegyedet csak azért, hogy te egyébként a többiek helyett leedd a fogácsát. Biztos vagyok benne, hogy esténként mindig sírva, szomorúan söprik be a szemetesbe, vagy küldik el, ahova le lehet küldni, mert ugye disznóknak már nem lehet a sok megszáradt szikkadt pogácsát. Ma se jött senki, ma se ette meg senki a kis zserbókat. És ki kell dobni. Igen. Te voltál már ilyen VIP-váróban? Mit adnak ott? Voltam már egyszer, mikor közösen mentünk. Nem voltam, mert te turista osztály. Hülye a kérdés, jaj Isten. Gyerekek, hülye az, most komolyan mondom, ha nem vagy dollármilliómos, az, hogy most egy jobb kaját tegye, meg ki tud nyújtani a lábad, ezért 4-szeres repülőjegy árat kifizetni. Én mindenhol turista osztályon megyek, de tényleg. Aha. Mindenhova. Bárhol megyünk a család, én nem vagyok hajlandó, nem anyagiasság, ez nem éri meg. Tehát, hogy szerintem nyilván egy életérzés bizniszen ülni, de most csak azért, hogy igyak üvegpoár vagy üvegpesgőt és a nem tudom hány ezer fontos repülőjének az 5-szörösét fizest ki, hogy ott késztyúi körbeugrál, szerintem ez pénzkidobás. Tehát, csak mindig rokon ül előtted, mert őt nem zavarja, a vállaim van a lábon. A turista osztályon ugyanúgy ki tudom nyújtani a lábon. Nem, soha nem utazom bizniszen. Egyszer volt, amikor az RTL nagyon gálás volt. és repültünk Argentinába, ez még igen. A válság előtt volt, és azt mondták, hogy hosszú az út, műsorvezetők vagyunk. Hát gesztus gyakoroltak igen. Nekünk, mi elutaztunk Budapestről Frankfurtba, aha. És Frankfurtból elmentünk São Paulo-ba, onnan még São Paulo-ból lerepültünk Iguazuba, és onnan még vártánk egy 4 órás autót, tehát ugye a 28 órát utaztunk körülbelül. És ott a Frankfurt-São Paulo-t bizniszen utaztuk a Jánossal. Hát Jánost különös élmény volt látni. Hát megvan a videón egyébként. Megvan, levideóztuk az egészet. Figyelj, a világ legdrágább játszóháza volt. Ott ráadásul néztek minket, tök komoly üzletemberek, tudod. 747-es Jumbo, tudod, az elejébe mész, tehát ugye elsőként szállsz be, már ad egy életérzést, ugye a bizniszbe előbb száll be, mint a turista. A jó érzést. Mi utoljára szálltunk be, mert János elhagyta a beszállókártyáját, tehát így indult, hogy már piros zászlót rengeteg, hogy ha most nincs meg a beszállókártya, ott ragadunk Frankfurtba. Csodálatos élmény volt. Az ülés megtaláltuk, beszálltunk, balra mész, tehát jobbra a turista osztály, tehát van benne egy életérzés azért. Kicsit odaintesz, hogy jó szórakozás. Ha föl kellene, gondolok rád, az egy élet, tényleg egy életérzés. Beülsz, étlapról választasz. Aha. Tehát, hogy jó, szerintem 5-szörös árat nem ér meg, de így azért egyszer jó volt kipróbálni. Millió gomb, hát Mr. Bean az egész, tudod. Gombok nyomsz. Előre, fekszel, ülsz, fekszel, az Atlanti óceán fölött voltunk, én már 6-szor eltviszeztem, 4 filmet megnéztem, még csak ezt hallottam átulról. A felszállásig egyszerre feküdtünk, egyszerre keltünk, mert csak azt nyomkodtuk, tudod, öltönyös üzletemberek, német bankárok, tudod, de Jani a kis ketchup pulcsiába, én a kis kinőtt farmerem előtt üldögetem, nagyon jó volt, és már hülyének, ez mit csinál ez a két? Viszont lement vízszintesbe az ágy. Igen. Ezért az, amikor megkapod az ágyt, nem üt, betakarod magad, és úgy hirtelen, hogy megriadsz egy 10 óra múlva a reggelihez, kicsit morcosan nézel a stewardessre, hogy fölébresztett, az jó tud lenni. Azért az nem volt rossz. Szárazpesgő, szoftpornó. Ja, kirakta el az étkészletet a bizniszről, ki az, aki a kis tálkákat is elcsomagolta, ki az, aki mind a hányózacskotok ezen, mondom, Jani, mondd nekem, minek neked ez a műanyag tálka? Jó lesz, ez még valamire. Elkérte az én tálkámat és becsomagolta az étkészletet, a műanyag tálkát, a hányózacskot. Úgy szálltunk le, hogy egy kézipodgyász és 3 ilyen doggy bag szatyorra mindent elgapott. Minden egyes székhez tartozik egy kis csomagocska. De a Lufthansa oda beteszi. Na most az egy útra van egy utasnak. Érted? És a hülye meg mellettem ott hagyta. Hát persze, hogy elhoztam. Érted? Behozzam holnap? Van egy bontatlan még mindig. De! Nagyon kell járni, én évekig kerestem a frankfurti utat után. Ott van. De mi van? Mi nincs? Eltettem. Hát az első osztályú csomag. Kis. Tudom, hát tudom, én loptam még ki neked, mert az is kellett. Kis kék Lufthansa-s kis táska, minden benne van bontatlanul, ugyanúgy, ahogy elhoztam. Hát, ha még valamikor szemlekötő volt benne, ugye az alváshoz volt benne fogkrém, volt benne fogkefe, volt benne füldugó. Srácok, ott hagyta a hülye mellett. Ott hagyta a nem is értettem. De 5-szörös árat egyébként tényleg nem érnek. Igen, egyébként az övé már ki volt bontva, úgyhogy amikor mentünk előre, hogy szálljunk le a gépről, akkor még megnéztem. De tényleg egyébként két-hármat, és akkor úgy találtam, hogy bontatlan, azt hoztam el. Kicsit ott még körbe túrtál a bizniszen? De miért nem raktál még két papucsot, egy pokrócot, valahol azért találsz még eregességeket? Nem, mindegyikre. Papucs is volt, tényleg. Ne, elraktad a papucsot. Volt papucs is, papucsot is hoztam. Nem áll. Adnak papucsot is egyébként, elég elegáns a sztori, tehát tényleg jó. Egyszer ki kell próbálni, jó. Kicsit úszták a szájukat, amikor nekem is ki kellett fizetni egyébként a bizniszt, csak meghallottam ugye, hogy ő is fogja. Aha, és jó nem a szemét, vagy nem is húzták a szájukat. Tök korrekten neked is kifizették. Ja, akkor mosolyogtak, csak félrét. Te egy olyan rohadék vagy, az így nagyon gáláns. Jó, és amikor a ébredés után el akarta vinni a takarót, akkor azért kicsit húzakodtál, hogy ez így. Arra ébredtem, hogy mögöttem birkóznak, mondom, Jani, engedd el, van nálam még 3, ad neki oda nyugodtan. Már 2-t elcsomagoltam. Neked is van az ülés alatt, ne vedd el tőle. Nagyon jó volt. Jó, ezek jó, igen. Egyszer egy életérzés. Hát a Wall Street farkasát érje valaki, úgy kell utazni bizniszen egyébként tényleg, mikor már lekötőz, azt jóvi annyira készen, vagy akkora buliban. Na de utána fogunk nézni ennek, hogy itt mit lehet. Mit lehet itt a Feri 1-2-n beújítani? Tranziton belül van szerintem. Jó, nézzük meg azt, hogy kinek van a társaságában, ugye mindenki is ismeri a potyázó típust. Hogy írjanak nekünk olyan hallgatóink, akiknek van olyan ember a társaságában, aki közös fizetésnél mindig hátra marad. Barátom soha nem fizetett sehol, fizetésnél addig tapogatta a zsebeit, amíg a többieknek kezdett kínos lenni a pultos nézés, és inkább kifizették a számlát. Én elítélem azt, aki potyázni szokott, egyébként ezt az SMS-t is a kollégám telefonjáról írom. amíg ő a raktárt takarítja. Kollégám a szódásballomból mindig megtöltötte az otthonról hozott üvegeket. Ez milyen? De mikor cserélni kellett a balont, sose adta be az 50 forintot. 90-es évek közepén történt mindez, akkor 100 fölött kerestünk, írja. Volt kolléganőm, szélszesként egyszer felkerült egy sajtós listára, attól kezdve hetente akár többször is megjelenik sajtóeseményeken. Semmi más nem érdekli, csak a sajtójándék, illetve az ingyen kaja pia. Ha nem elégedett a vendéglátása, nyíltan szídja a szervezőket vagy a céget. 5 éve él így, ügyvetti. Ez is mennyire tipikus, nem? Igen. Amikor azt látod egy sajtótájékoztatón, hogy ott vannak egyébként 20-an, aztán másnap születik 3 darab cikk a 20 különböző sajtóorgánumtól, 3 darab összesen, és csalódottak, amikor azt látják, hogy még üresek a kis ételes bödönök, mert hogy egyébként azt mondták, hogy meleg ebéd lesz de hogy az ebédet észszerűen csak akkor szolgálj fel, amikor már vége van a sajtótájékoztatónk, mert simán előfordulhatna az, hogy bekajálnak és hazamennek. Sőt, hát ha olyan sajtótájékoztatót csinálsz, ahol van kaja, ott nyíltan többen vannak, mint ahol odaírod, hogy mit tudom én, snack vagy valami. Igen. De akkor legalább írnának róla. Tehát nem jönnek el. Az újságírók nagy része általában azért megy, hogy tudjon ingyen kajálni. Nem mindenki, persze, nyilván van, aki hivatásból. De ha nagy sajtótájékoztatót akarsz, oda kaját kell csinálni. És akkor jönnek. Akkor mindenki ott van. És aztán utána csak írnak róla, de nincs kaja. De ez az, hogy csak írnak róla, még ez se biztos, mert nem írnak. Tehát, hogy én is voltam már olyanon, ott voltunk, oké, ott voltak rengetegen, másnap sajtószemle, 3 cikk. Aha. Szórakozó hely, megnyitó, hogy mit keres ott a dörmögő dömötör, vagy a bűncímacik kajálni, persze. Igen. És aztán a 3-ból 2 pedig azt a sajtóközleményt adja le, amit átküldött neki a tévének a PR osztálya. Új kávégépet hoztak a céghez, 1 hete ingyen kávé volt, vagy 1 hét ingyen kávé volt. Volt egy kollégám, másnap befőttes üvegben vitte haza a kávét. Hát putaság, mert abban kihűl. Termoszba kell. Te már tudod, hova nyúlnál, mi? Egy jó kis új termosz, valami hegyvászos termosz, igen. Ikerházban lakunk, ami anyósom nevén van, egyik házrészben mi, a másikban a sógoromék, mi minden közművet megcsináltatunk, a számlák a mi nevünkön vannak. Leváltunk, ők meg ülnek a kézben, anyósom nevén minden számla, halmozzák a tartozásokat és nyugodtan alszanak. Írja Anett. Csipes írja a honlapunkon, hogy az anyósa nála cukor nélkül iszza, mert fogyozik, de amikor átmegy Csipesékhez, akkor habbal is cukorál. Itt még talán. Hát most miért Csipes kicsit fogyózik? No, hát ott is kell azért egy szűnapot tartani, nem? Na jó, tanulságos SMS-ek egyébként. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en.